Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani! Hello! Mindenkinek! Szerda van, de legalábbis itt Budapest felett már nem esik az eső, néhány helyen még van vihar, ott láttam, hogy lejjebb ott a hatos út Érd, ott Paks felé brutál esőfelhők, de itt már Budapesten elvonult a vihar, és napról napra egyre szárazabb és melegebb az időjárás. Istenem, mennyire jó lesz minden, és az Ákos is nagyon jó híreket mondott, mert is azt mondta, hogy persze elsőket majd itt ott amott, de hogy én érzem benne azt a késztetést, hogy ő azt szeretné, hogy az emberek, az ország, mindenki, a hallgatóink. Tényleg így jól futna neki. Én mindig fellélegzem, ha az Ákos, ugye? Van. Komolyan, nem, nekem egy felüdülés, komolyan mondom. Tehát, hogy más hangtartomány is egyszerűen. Fényevek egy gyengébb a popsilyen, mint a Sandinak, de az biztos, hogy valahogy lehet. Szakmai valahol egy picit, mint hajizmosabb lenne. Nem tudom, ezek a női hangok engem, ugye? Kiborítanak. Márhogy úgy értem, hogyha nem jó. De mondjad, nem hallottam. Szóval, hogy mindig így hallom, jövök reggel, ha az Ákos, Isten, de jó nekem. Fújok egyet, jó van. Nem. Tehát, hogy ha valakinek nincs jó hangja, nem menjen híresnek. De nem erre a rádióra mondom, hanem van egy csomó olyan rádió. Másik rádióban, persze, nem olyan rádióban. És lehet, hogy függetlenül is. Megkérdeztem Zsült, az egyik első kérdésem ma reggel az, hogy ki van. Ki van Zsült? Igen, és akkor mondta, hogy nyugodtan nem vagyok ki. Igen, és mondta, hogy nincs ki annyira, mert hogy az ügynyei teljük. Igen. Na, mi újság van? Jaj, hát minden nagyon jó kis sajtótájékoztatón voltam tegnap. Nagyon jó kis sajtótájékoztatón voltam tegnap, hogy nagyon örültem neki. Sütés fogadjuk, vagy válasz. Igen, mert hogy semmi más nem lehet. Egyértelmű. Mondj egy harmadikat. Egy csepp figyelem alapítvány, sajtótájékoztató idén is lesz a Magyarország cukormentes tortája, és hát ott időztünk, és mivel a Béke Hotelnek a kis kávézó részében volt a sajtótájékoztató, ezért a Beckmann Gyuri nevű nagyon Beckmann Gyuri? Nem. Vagy Batman Gyuri. Egyébként ugyanazt a vonalat, mint tegnap a szellő, neki sem sikerült, hogy szerintem. Beckmann Gyuri vagy Beckmann, mit csinálsz? Kimondani. De ne vérj elmezbe őt, hogy megvet minden. Melyik volt a kettő? Ki mit akar belehallani a Beckmannba? Batman Gyuri. Meg tudtam kóstolni az ő kis csodálatos kis süteménykéit, tehát úgyhogy nagyon szépen köszönöm. De a sajtáj előtt azért a kávézóba ettél valami édeset. Nem, akkor még nem ebédeltem. Nem ebédeltem, és mindenki tudja, hogy én csak sós után eszek édesen. És ez most már eldőlt akkor, hogy mi az ország cukormentes tortája? Nem, most folyik jelenleg a versengés. Aha. Folyik jelenleg is a versengés, úgyhogy lehet még rá jelentkezni. Az egy csak figyelem alapítványnak a honlapján meg lehet találni, de egyébként én is meg tudom mondani, hogy június 15-ig lehet jelentkezni. Imádom ezeket a kis szervezeteket, akik kitűznek egy jó célt, egyébként nyilvánvalóan jó célt maguk elé, és akkor azt csinálod, hogy lesz majd egy nyilván egy ilyen óriási összekóstoló. Tehát ott fognak fetrengeni a cukormentes, de édességekben. Na most ahhoz, hogy kihirdest, hogy mikor fogsz fetrengeni a cukormentes édességekben, ahhoz csinálsz egy sajtát, ahol fetrengsz a cukormentes édességekben. És majd augusztus 20-án, mikor bemutatod az ország tortájának a cukormentes, akkor megint. Nagyon jó kitaláltátok. Hát mit gondoltak, én miért vagyok a zsűriben? Már nem szeretik érteni, nem szeretik kidobni a maradékot, érteni. Tudsz csomagolni. Vittél tegnap műanyag tányért, csomagoltattál bármit? Nem, volt papírdobozuk. Volt? Nagy, úgyhogy meg tudtam oldani a dolgot. Viszont a dologgal kapcsolatban van egy olyan információ, én megmondom őszintén, hogy meglepődtem, de szerintem mindenki, aki valamennyire érintett ebben a problémán, megdöbbent, hogy az uniós szabályozásnak a következtében a diabetikus szót elfelejthetjük, pedig mert hogy ez egy magyar találmány volt, és innentől kezdve nem lehet majd használni ezt a kifejezést, hogy diabetikus. Hát ezek miért bajuk vele? Figyeljetek, nem, egyébként nem. Most ez most így levert. Most a diabetes. Ebben a pillanatban téged, igen. Igen, most ebben a pillanatban ez nem haladta meg a 6 órás 20 inger küszöbben, de ha kifejted, akkor lehet. Van pár ember az országban, akit ez a dolog annyiban érint, hogy amikor bemész te egy élelmiszer áruházba, bemész te egy hipermarketbe, és keresed azokat a termékeket, amiket te fogyaszthatsz, mert hogy kell rá figyelni, mondjuk azért, mert cukorbeteg vagy, és nem fogod megtalálni a diabetikusok között, mert hogy nem lesz ilyen, hanem szépen mindenhol szétszórva, csökkentett cukortartalom, stb. Ilyen-olyan feliratok lesznek, de szépen össze kell majd neked válogatnod, mert több ezer termék közül azokat a dolgokat, azokat az élelmiszereket, amiket te fogyaszthatsz, mert hogy nem egy helyen lesznek a diabetikusoknál, mert nem lesz ilyen. Hát de a diabetikus szót leveszik, és azt mondja, hogy csökkentett cukortartalmú. Nem, most nem tehát tudom, azért nem pakolja szét a boltban. Tehát, hogy azért te is látod, meg
hallod a reklámokat, meg mindenféle, amerre látsz, hogy jársz, hogy, hogy gyakorlatilag mindent ezzel próbálnak meg most eladni. Tehát, hogy csak ez a baj, kicsit egyébként már szerintem, hogy már minden diabetikus, stb. Meg minden. Igen, de nem lesz ilyen, hogy diabetikus. Figyelj, aki szerintem cukorbeteg, az úgyis mindig el kell, hogy olvassa. Tehát, hogy az nem azért megy, mert a diabetikuson belül se tud mindent megvenni. Egyszerű volt, hogy így rögtön bementél egy sarokba, ahol ott az összes ilyen terméket megtaláltad. Most meg majd keresgélhetsz össze-vissza. Tehát, hogy pont egy olyan szabályozás, pont egy olyan dolgot szüntet meg az Unió, vagy szüntetnek meg az Unió miatt, amiben inkább az Uniónak kellene utánunk menni, nem pedig fordítva. És akkor a cukorbetegeket nem hívjuk diabéteseseknek ezután? Mi hívhatjuk. De ha kimész az Unióba... Te is diabétesz, én. Ha kimész az Unióba, ott már nem. Más Unióba, ha kimész. Mert ugye ez is Unió. Ha kimész az Unióba, ott már nem hívhatod. Nem hívhatod. Ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy igazából értelmetlen. Meg tényleg főleg abból kiindulva, hogy gyakorlatilag mindent ezzel próbálnak meg manapság eladni, mert hogy marhára divat lett ez, hogy ugye nem hozzáadott cukrot nem tartalmaz, és akkor innentől kezdve akkor már ez a hívószó. Az mindegy, hogy egyébként mennyi kalória van, mert is, de hozzáadott cukrot nem tartalmaz. És a glutén maradhat, a gluténmentes? Az más történet, az maradhat, igen. Ja, ezeknek az a baja, hogy ezt mi találtuk ki, a szót magát, hogy diabetikus. Igen. Ez egy magyar találmány. Aha, és nem lehet lefordítani biztos európaira. Nem. Aha. Nem. Na mindegy, hát ezt csak így már elmondtam, mert az elég sok embert érint az országban. Ezt is elvették, a rohadt Unió ezt is elvette tőlünk. Most még mi kell nekik? A tej? A kenyér? Nem, a tej az nem, nekünk az nekünk kéne. Nincsen. A rohadt életben. A magyar tej már egyre kevésbé van. Magyar tej, csak nem éri meg, mert egy karikát teszel, máshonnan hozod áfa nélkül, vagy kis áfával, akkor egy kicsit jobban. Ocsóba jössz ki, azt olvastam én is. Azt olvastam én is, igen. Ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy akkor lezárom a tej határainkat, érted? Most tényleg ez ilyen, nem akarok izé lenni, hogy a magyar földre magyar tejet. Jézus Isten, a másik is elkezdi. De nem akarok ilyen, nem akarok jelenni, de van rendes magyar tej, érted? Lesz a következő. Nem. Magyar embernek magyar kenyér. Magyar búza, magyar tej. Jézus. Agrár percek? Vagy mi az Isten? Múlt héten jöttél be a magyar eperrel. Igen, akkor most mi van? Kisvártatva csatlakozunk. Csak lassan ébre. Magyar autóban magyar benzin. Most mi a következő? Magyar olaj. Magyar olaj. Érted? Magyar olaj. Tényleg van magyar tej, akkor mit le kell zárni a tejhatárainkat, és így jön a magyar gyerek magyar tej. Hogy zárod le a tejhatárt? Tehát van egy határész, ahol átjön a tej, átsétál dobozostól, és azt mondja nekik, állj ne tovább tej, ez megállnak itt magyar föld, itt csak magyar tej. Oda tereli a szabadnapos teheneket. Megállnak a teljes dobozok, szétnéznek, hogy be tudnak-e jönni, érted, emiatt. Hát, egyébként ez nem csak a tejnél van, ez mindennél így van. Tehát a dinnyétől kezdve ezt minden évben meghallgatod, hogy egy kiló dinnyet megtermelés ennyibe kerül, ahhoz képest a hiperek pedig áron alul kilóját 6 forintért vásárolják föl, miközeket 25 jön. Ez ugyanígy van a tejjel, a meggyel, minden van itt Magyarországon, minden csak minden. Tessék? A dinnye határt is zárjuk le, meg a meggy határt is. A meggy határt, a tej határt, minden zárjunk minden, és még egy ilyen mondat, és kitalál, amit sér abból, hogy az önkormányzati választások során kinek a színeibe indulsz. Jézus nem már. Akarok indulni, hogy le van vele. Hát csak ez egy tök logikus. Tűrmer Gyulát olvastatok most tegnap este, hogy én az Istenre jövök én meg komolyan. Tűrmer összes körbe menne. Le az Unióval, hajrá diabétesek, le a magyar. Éljen a magyar tej, éljen a magyar kenyér. Mi jön még? A magyar krémes habosabb lesz a magyar tejből, és akkor magammal rántottalak. Isten, Zsűr, veled mi van? Láttál valami jó filmet, valami jó csaj, valami jó, ami fiatalos, amiben be tudok kapcsolódni, bármi, ez a magyar földre, magyar tejet. Én egy rohadt büdös szót nem szóltam. Dehogy te mondtad nem. A diabéteseket, erre te elkezdted, hogy a tejjel is ugyanez a probléma. És mondom, én nem. Én nem én hoztam be a tejet. Azt te hoztad be. Valami teljes sztorit elkezdtél itt mondani. Hogy drágább a külföldi, igen. Na, tessék. Miért nem inkább a taxisokon hőbörögtök? Komolyan mondom. Nagyon fontos, hogy mit csinál az Unió, meg nem tudom, de ne hogy miért nem? Annyira utálom a taxisokat, most már komolyan mondom, nem érdekel, mennyi hallgatnak. Tehát, hogy magyarságban, magyar, ezt írja valaki. Tényleg komolyan mondom, miért nem hagyják most már abba ezt? És jövő hét kedden folytatják, csak szólok, tehát hogy nehogy megnyugodj. Én nagyon az Uberesekkel vagyok, és ha betiltják az Ubert, remélem, hogy jön valami. Csak mondom a taxisoknak, hogy drága taxisok, az Uber már önvezető autókat fejleszt. Tehát 10-20 év és lehet tüntetni, mert egészen biztos, hogy ez a fajta taxizás kimegy a divatból. És ez senkinek nem szimpatikus, és ez senki nem szereti, és még jobban megutálnak benneteket. És az mert így se szeret titeket senki.
ez így igaz. Hogy kevés, mi van? Kevés sarkítás. Nem, azért, nem, hát azért vannak, akik vannak normális taxisok, tiszteletek kivételnek, de ezzel, hogy ők lezárják a várost, a sajátuknak érzik, és megnehezítik emberek, gyerekek, családok életét. Ez szerintem egész egyszerűen felháborít, hogy nekik van egy lehetőség, és megbintják a főváros. Azért tiltsák be az Uber-t. Az Uberesek már adnak számlát, gyerekek, én 10-ből 8 taxistól egyébként nem kapok számlát. Nem ad számlát. Miről beszélünk? Azt mondja, 4003, kifizetem a 4003, mikor kaptál utoljára a taxistól számlát? Nem várod meg, odaad, nem is adja a kezedbe. 4300. De a fenéket nyomtatja, 10-ből 8 taxis nem ad számlát egyébként. Majd nézd meg, ülj be, mondd meg, nézd meg, hova mész, fizes ki, nem fog számlát adni. Az Uberesek már adnak számlát, már megvan minden engedélyük, és nem azt mondják, hogy most már szállítsák egyébként úgy, ahogy a törvény előírja, hanem hogy tiltsák be, töröljék az applikációt, legyen vége, szűnjön meg az Uber. Ja, hát igen, egyébként olcsóbb, egyébként azért jobb fejek, egyébként tisztább az autójuk, nem hallgatsz hülye CB-t, nincs ez a melyik hídon menjünk, halálazák, jó fejek, annyira az Ubereseknek drukkolok, hogy ez most már valami tényleg, nagyon remélem. És a magyar kormány csak azért áll a taxisok mellé, mert be van szarva egyébként. Hogy akkor lezárják meg, megbénítják a főváros, meg nem tudom, de ez a jövő, drága taxisok. Ez a jövő, az Uber és egyéb más közösségi személyszállítás. Nem ez, hogy melyik hídon menjünk, gyere tesó, imád elviszlek féláron, ami a reptérnél is történik. Tehát, hogy komolyan mondom. Tényleg. Nem lehet beülni a izénél a reptérnél. Dehogy nem. Dehogy nem. Persze, elvileg egyébként, igen. Ja, de van, aki beúszik magáról. Na mi van, mondjatok erre valami. Hát, tegnap én mondtam, hogy tüntetés lesz tegnap, én el is kerültem a teljes belvárost. Van, tisztelet a jó kivétel, jó fejtaxisoknak egyébként, tényleg bocsánat, van egy-kettő, nem sok. Ja, lezárták a Lánchidat, egy csomó helyen lezárás volt, Andrássy út, mindenütt ment a történet. Igazságot tenni. Érted, tehát, hogy már blokkolni akarják az applikációt. Na ezért ez nagyon nagy baj. Tehát itt már nem arról van szó, hogy tartsák be a szabályokat, hanem blokkolják az applikációt. Tehát benyújtanak egy olyan törvényjavaslatot, ami nem, te nem tudod Magyarországon használni az Uber-t. Nem tudsz lefeküdni az elé, amit elsöpör majd a technika. Nem tudsz valamit meggátolni, ami itt van, ami toporog, amit emberek használnak. Ez olyan, hogy körülbelül azt mondják, hogy be fogjuk tiltani a bringát, érted? Szóval nem tudod. Akkor lesz más applikáció, megjelenik máshogy az Uber, 5 év múlva már itt lesznek azok, akik majd sofőr nélkül szállítják az utasokat, én biztos, hogy nem megyek taxival. Találok valami mást. Komolyan mondom. Uberez, amíg lehet. Ha kell, inkább felszállok a BKV-re, tényleg. Na. Nem, de én annyira haragszom rájuk, mert hogy ez egyébként nincs meg joguk. Tudod, soha nem tudsz megállni, utána még rászoksz. Ehhez nincs joguk, hogy azért, mert ezer taxis úgy gondolja egyébként, hogy nem ért egyet az Uber, és törőjék az applikációt, azért megbüntetik az egész főváros, és 2 millió ember szív miattuk. Ez nonsense. Azért, mert egyébként van egy applikáció, amit egyébként már rengetegen törvénytisztelő módon használnak. Úgy, ahogy kell. És letöltenek dolgokat, és van személyszállítási engedélyük, és megfelel az autó, és mindennek megfelel. Ők pedig töröltetik az applikációt. Rosszul vagyok tőlük, tényleg. És ezt meg fogják szívni, szerintem. Hát meg fogják szívni. Már most rájuk haragszik a város. Én az Uberesekkel vagyok. Jó, az Uberesek, hajrá Uber. Komolyan mondom, az Uberesekkel vagyok. Jó, na végre. De végre nem az Uberesekkel vagy véletlenül? De az Uberesekkel, amíg lehet az Uberesekkel. Az biztos, és mindenkit arra szólítok, hogy töltsétek le az Ubert, és amíg van Uber, járjatok azzal. Tényleg. De nem lehet betűzni szüntetni, gyerekek. Ki de Magyarországon érvénytelenné teheted az elérését. Lehet. Azt tudod, Gát, hogy ne érhesd el. Azt nem tudom, hogy egyébként. Mondom ugye, hogy tegnap kedden délután felkerült a Parlament honlapjára az engedély nélkül személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat, amit Cseszlák Miklós nemzeti fejlesztési miniszter nyújtott be, és abban azért vannak elég súlyos dolgok, így, amiket, hogyha majd bevezetnek, akkor gyakorlatilag el lehetetlenül az országban az gyerekek, ember. Van egy óriási társadalom, vagy van egy óriási technikai cunami, ami érkezik. 15-20 éven belül sajnos elsöpör majd nagyon sok mindent. Lehet, hogy a rádiót is, lehet, hogy digitális igen, lesz, sajnos, is nem, van sajnos. Spotify, lehet tudsz tölteni zenét. Sajnos így van. Ez elé nem lehet befeküdni, maximum lassítani lehet. Nem tudnak a taxisok semmit csinálni. Jönni fog, sajnos ez ezzel jár. Fel kell venni a fordulatszámot. Ennyi. Kicsit még tartják magukat, úgy vannak vele. Mielőtt mindenki uberezni megy, vagy uberezni. Tudja, a véleményformás, a véleménynyilvánítás, az mindenkinek megvan a joga, csak a formát kellene egy picit csiszolgatni, hogy ne az legyen, hogy ami a te problémád, ami alapvetően tényleg a te problémád, az mindenki problémájává váljon azzal, hogy te kivonulsz az utcára, és lehetetlenül teszed a tömeg. És az, hogy addig, tehát zsarolnak azzal, hogy addig, meg amíg, hát érted, nem, tehát ez miért engedik?
Miért engedik? Miért mondja azt a hatóság, hogy oké, kivonulhatok? Mi az, hogy addig zsarolunk benneteket, lakosokat, kormány, politikusokat, amíg el nem törlitek? Ezt meg kell kérdezni, hogy én mehetek? Hát ez bejelent, hát bejelentett, persze. Hát a bejelentés, hát ha nem kapsz az engedélyt, más. Akkor azért azt nem csinálhatod, persze. Tehát ezt nem értem, hogy miért engedik. Addig, amíg nem törlik az Uber. Tehát ez mi? Azért, mert neki van autó, és ki tud állni, le tud feküdni a forgalom elé, és ez egy 2 millió ember életét tönkre teszi. Szörnyű. Szörnyű, és az amúgy is rossz hírüknek ez nagyon árt, és még jobban utálom a taxisokat. És az Uberesek, ha tüntetnek a taxi ellen? De az Uberesek jobb fejek, mint a taxisok. Nem, az Uberek nem fognak, az Uberesek nem fognak tüntetni, mert halálosan lazák, fiatalok, és kozmopoliták, és jó arcok. Komolyan mondom, tehát, hogy így, na mindegy. Vagy csomó taxis nem volt kint a tüntetésen, ők ne vegyék magukra. Persze, persze. Tehát most az vegye magára, akik kint vannak, persze. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Megöltem a bulit? Nem, különösebben. Szép volt, szép lemezetés voltál. Kicsit. Nem. Egy kis cukrászkodás, egy kis taxizás, egy kis magyar tés, hogy a hallgató így fekszik fél évkor, hogy srácok, hú de vidám, na jó van. Hallod, átkapcsolok a Kossuthra, még ott is többet röhögnek. Jó, hát ez most így sikerült. Héttől már vidámabbak leszünk. Hát, ha csak vissza nem hozunk valami közével témát. Így van. Héttől témánk az eutanázia, 8-tól témánk az áfa csökkentés, 9-től meg valami nagyon durával készültünk. Na jó van. És aztán elromlik az idő. Jaj, szar idő lesz egyébként is, igen. Az egésznek semmi értelme. Egy-egy van? Egy-egy. Jó van. Egy-egy, az döntetlen. Köszönjük, János. Aki akar játszani, az játszol. Az játszol. Magába. A focis dolgot majd készítsük már be a tegnapit, jó? Ja, hát az... Azt meg kell hallgassuk. Jó, csak hogy jobb kedvünk legyen. Csak hogy jobb kedvünk legyen. Na most fogom meg a fejt. Én is felidegesíteni. Tehát, hogy ma már nem lehet. Hétfőn, kedden, oké, volt egy-egy kiskapum, hogy valamiért kinyílt, besételt rajta két ember, két nagyon kedves hallgató, nagyon szeretjük, nagyon imádjuk őket, de erre a játékra nem ezt a típust várjuk, hanem azt, aki megőrül azért a lehetőségét, hogy ott lehessen a Barcának a stadionjában 90 ezer emberrel, velünk is, és ott szurkolhasson a kedvenc csapatának, nem a Real Madridnak, nem a Vizcaynak, nem a... Nem de még tudom, a Real Drucker is jó fel jöjjön, csak nem mondja, hallgasson róla. Mutatjuk, hogy nem, jó? Figyeljetek! Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Rissónak, Rissó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét és végül Rissó elékezően lehagadza bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Gól! Ez már jó! Igen. Igen. Igen, egy kétségbeesett kísérlet, hogy még ott lehessek a nukámban. Igen. Rissó, Messó, Neymo. Hát gyerekek, szóval így nem. Így nem. Jó. Jó? Jó. Tehát így nem. Van még három lehetőségünk, hogy révbe érünk, hogy tényleg elérjük azt a szintet, amit kitűztünk magunk elé, amikor ezt a játékot kitaláltuk. Rissó passzolja Messónak. Rissó, Messó. Na jól van. Fél... 7 múlt pontosan 4 perccel. Hajrá, Uber! A taxisok most már azt is követelik, hogy tiltsák le a közösségi személyszállítók applikációit. Tegnap ismét a Hősök teréről indultak a tiltakozók, több más forgalmas út mellett az Erzsébet híd és a Lánchíd Pestről Budára vezető sávját egy időre le kellett zárni miattuk. A demonstráció a Kossuth térnél ért véget. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Játszunk, hogy állunk egy-egy van jelen pillanatban. Ugye? Egy-egy. És megnézzük ki a 7 harmadik játékosa már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Egyedül, halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Ezt nekem nem van. Itt ül 17 percet, és ahogy vége a híreknek, kimegy. Föláll és elrohan. És elmegy. Te tényleg itt ül 15-et így volt. Hello, Juci. Juci, honnan hívtál minket, Juci? Hát, épp most úton vagyunk, de amúgy Sopronból. Sopron. És kivel szeretné játszani, Juci? Hát, én a Janit szeretném választani. Szépen. Jó választás, jól van, jó választás. Mehetünk? Így van, mehetünk. 3-2-1, tessék.
Azt mondtad, hogy Sopronból beszélsz? Így van. Sopronból, jól mondtam, ugye? Most útközben vagyok. Útközben? Hova tartasz? Siófok. Egy másik helyre? Siófokra? Így van. A Balatonhoz? Így van. Melló ügyben? Nem, műtét. Köszönjük. Hopp! Ott ott! Bizony! Nem műtő! Az igeneket gyönyörűen kerülgetted és behúzt ez a film. Igen, szép vagy, Jani! Igen, ott volt ugye, hogy nem műtét. Hát ez volt, hogy nem műtét. Ugye valami ilyesmit mondtál, hogy műtét. Igen. Ja, mindjárt megírja valaki, hogy én már kimondtam előtte. Kétszer. Ja, persze, úgyis levegőt vettem. Igen, épp akartam mondani. Igen, műtétre mész tényleg? Nem komoly, nem ugye? Nem én. Ja, nem. A barátomat visszük, és térműtétje lesz. Hát jobbulást kívánunk neki. Köszönjük szépen. Jó, vigyázzatok magatokra. Ciao. Sziasztok. Hello. De aranyos, ilyen vidám a vereség után is. Igen. Nem vett ez okon. Nem. Nem ez a műtét. Jó, is ijedtek. Na jó van, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? 7 perc nap pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk pontosan 6 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Táncolj, Feri! Táncolj! Egyre több ilyen dal van, amiben van valami bosszantó. Nem, te öregszel. Vagy mi öregszünk, lehet. Igen? Sigalát a fiatalok szeretik? Írjatok már 16-tól. Biztos, hát azért játsszuk, mert biztos szeretik. De hát az idegesítő. Mostanában szerintem az egész, tehát mostanában jellemző a pop zenére, hogy ilyen dalok készülnek. Tehát valahogy ez a trend, amikor nem régen Britney volt, vagy Michael Jackson, akkor olyan típusú hangszerelés hallottak, most ez a tididi tudsz. Nem tekergés, visszahozó benne, jön bele. Igen. Ugye? De biztos, hogy szeretik, hát azért játszunk. Aha! Na, hol van Jánosva? Itt nem van, tudom megint. Szokás szerint. Hello, mi van veled? Merre jártam? Nem hiszem el, hogy a feléne lekeveritek már a számokat. Ez ilyen rövid volt. Érted, oda teszem a kávét. Egy Iviákoni fűn idézőjelbe, érted? Fölteszem a kotyogót. És már hallom, hogy vége van. Ez ilyen rövid volt. Tehát, abszolút. Zsűl, ne legyen mennyire csicska. Ennyi. Zsűlnek muszáj végrehajtani azt, amit mondunk. Nincs rá. Öldalt. Meghallottam ezt a dalt. Na jó, Zsűl elég. Na. Inkább beszéljük. Azt mondja, hogy szokásos karamol a Szerencs utca előtt befelé és ugyanott kifelé. Köszönjük szépen. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton Csepel felé dugó készülődik. Tomi Boy küldte nekünk. Aztán Ákos, mit csinálnak a vizsgázók, hogy ma történelmet írnak? Jó a kérdés. A vizsgázók ma történelmet írnak. Bármit is csinálnak, ma történelmet írnak, ez egész biztos. Kamion szorult be a reptéri gyorsforgalmi befelé Budapesten, alakul a dugó M0-as 56-os kilométer sűn M3-as felé, vigyázzon mindenki. Gyorsforgalmi kamion beszorult befelé Szücsi, ahogy mondtam, már így van, és ott nagy lesz a dugó, úgyhogy készüljetek. Mondjuk szerintem, hogy valaki figyelmesen, vagy nem figyelmesen, pont olyan figyelmetlen, egy picit kialvatlanul hallgatja a rádiót, és meghallja ezt, hogy az érettségizők ma történelmet hívnak, annyira más tudatállapotban van, hogy lehet, hogy el is kezd kapkodni. Picsa, ma történelem, ne szórakozzatok már! Nem, hát az nem lehet! Simán lehet. Én emlékszem, hogy amikor az érettségre készültem, akkor annyira befelé fordultam, annyira tényleg csak e körül járt minden egyes gondolatom, hogy az hihetetlen. És utána egy nagy-nagy ürességet éreztem. A írás után már, vagy az érettségi után, mert vége volt valaminek. Vége volt a középiskolának. Vége volt az esti képzésnek. Így van, vége végre volt. Nappal már. Így van. Végre mondtad, hogy világosban. Így van, elköszöntük egymást az osztálytársakkal. Hiányom. Nem láttad a sapkámat, Jani. Ez az én cipőm. És hogy meglett az esti érettségén, utána már mondtad, hogy de jó lesz nappal, de jó lesz nappal tanulni. Valóban tovább menni, napfényben tanulni. Igen. De tényleg jó, az egy jó időszak. Ez egy jó időszak volt egyébként, tényleg. Most mi van, megírják a törítés utána? Milyen törít?
Hát ez van a történelmet írnak. Igen, tegnap volt, hogy volt, matek? Matek volt tegnap. Magyar, igen, és akkor utána jönnek még ezek a spec, mert már mindenből lehet érettségizni. Katonai ismeretekből. Hát könnyű volt a matek érettségén, elolvastam, miből írtak, hát gondoltam, hogy oké, hogy én már 20 éve érettségiztem, de hogy valahogy szerintem a mi érettségünk sokkal könnyebbnek tűnt legalábbis akkor. Egy másodfokú egyenlet, egy-két függvény, nem tudom, gráf elmélet. Nem tudom, úr elmélet. Jó, de azt szeretted a gráf elméletet. Igen, Steffi gráfot írtam volna be. Írtam volna egy másfél oldalas eszét Steffi gráfot. Agassi miatt nem szeretem a gráf elméletet. Szóval, hogy te, aki jó voltál matekból, Feri, mondd ez neked valamit. Te, aki jó voltál bográsból. Abból igen. Az ég egyadt a világon semmit. Tehát most szerintem úgy hasonlánk el. Egy kis valószínűség számítás, egy kis gráf elmélet, hogy az egy tervezően hangzik egyébként, és állítok könnyű volt. Tehát nem volt annyira nehéz, mint amennyire szokták őket szivatni. Hát figyelj, ha készülsz, ugye ez mindig azt szokták mondani, ha tudod, akkor könnyű. Igen, nem halmaz tud, nem elmélet, gráfos feladat, aha, trigonometriai számítás. Mi hárman így beültünk kellett volna csinálni. Mi lett volna, mi hárman beülünk. Totális esélytelenség. Kapunk egy kérdéssort, hogy oké, oldjátok meg, hárman van három órátok. Szerintem még mindig ott ülnénk. Figyelj, fogalmam nincs az egész. Az első egy órából aztán csak így rendezgettem volna a cuccaimat, hogy minden elvágólagos legyen, minden párhuzamos, belőlegesek, szépen kiegyezem a ceruzámat, szépen egymás mellé rakom, nagyon csinos lett volna, ráírtam volna a kis nevem, az egész én nagyon csini lett volna. Nagyjából lett volna. Kb. Ennyit tudtam volna hozzátenni. Egészségedre. Nagy klasszik. Mi jött ki? Megvan, hogy mi jött? Durva? Hát, tápszik. De már lemász. Igen, a burgonyafarmon történt, hogyha valaki emlékszik. Amikor az ember beletűzhet a kezébe, aztán megijed. Aztán megijed tőlem. Na, beszéljünk egy kicsit a jöveti turnénkról. Aztán megijed. A jöveti turnénkról, mert hogy ugye jövő héten turnéra indulunk, sőt, hát már ugye mi ezen a héten meg is vasárnap, de ami az adást illeti, az ugye majd a hétfői a nap lesz, amikor is ugye elindulunk Szombathelyre. Szombathelyen a főtéren leszünk hétfőn. Aztán kedden megyünk majd Székesfehérvárra, pontosan, a piac térre. Megszokott helyen várunk mindenki. Megszokott helyünk mindenki. Egy hét múlva ilyenkor már Szegeden vagyunk. Nagyon régen voltunk Szegeden. Régen voltunk. Nagyon régen. Aztán? Békés Csaba, május 12. Békés Csaba szűzek vagyunk, Szent István. Szent István tér, ugye? És Kazinc Barcika. Bőségtálas sátrak jobbra. Igen. Kazinc Barcika pedig. Péntek. Szintén egy szűz terület, ott se voltunk mégis, mert nagyon szeretnénk oda elmenni, mert hogy többször beszéltünk a polgimester úrral, aki nagyon jó fejnek bizonyult, és azt gondoljuk, hogy azok is nagyon jó fejek lehetnek, akik őt megválasztották. A gyönyörű Rákóczi tér, ennyi. De jó lesz. Lesz valami játék? Lesz egy csomó játék. Nagy játék, igen. Jó játék? Igen, például a tehénfejős játék, amit már ugye be is aranyoztak a spotunkban. Lesz egy csomó játék, lesz egy csomó nyeremény, élő tehén lesz így minden van. Téren velünk, viszünk majd egy tehenet, így van, a promóciós lányok viszik utána át kocsival az agyosülésen. ők ezt még nem tudják, de ez a feladat rájuk hárult, be kell ültetnie egy kis Twingóval a tehenet, és átvinni A-ból B-be. Szóval lesz egy csomó vicces, jó feladat lesz, játék lesz, és egy csomó nyeremény. Nem érdemes minket kihagyni, lehet, hogy az utolsó tavaszi sónk lesz. Így van. Abszolút, úgyhogy egy táris kohara is búcsúzhattok tőlünk. Így van. csak ne léci, ne húsos tepsíves hűsét. Bali, neked olyan lenne az érettségid, mint a házi mozi 5.1-es. Meccset láttátok? Kérdezi egy hallgató, milyen meccs volt? Nem meccs. Nagyon nézünk focit. Azt hiszem, hogy a Bayern München játszott az Atletico Madriddal. De nagyjából látom. Ennyit tudok erről. És nem néztem. Egyáltalán nem nézek nagyon focit, szóval... Nem, most nekem hosszú ideje az a Barca meccs lesz majd októberről, amit megnézünk. Igen. Ágival, mert szerintem ő fog nézni. Tegnapi Barcás játékon egy picit elvette a kedvem a focitól. Na, csak mondjuk, hogy 9 óra után lesz majd a drukkolós játékunk. 9 óra után. Jó, úgyhogy készítsétek magatokat, a hangotokat, és mindent. Mindent. Megmutatjuk, hogy nem. Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Rizzónak, Rizzó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Rizzó elékezően lehagadta bal oldalról, és egy éles, helyes labdát lő. Gól!
Én tegnap estőt még többször meghallgattam. Tehát én többször meghallgattam. Nekem nem kellett meghallgatnom ahhoz, hogy halljam. Én egész nap hallottam. Ott csengett a tudatom. Tehát, hogy ő nagyon aranyos volt, nagyon helyes volt, de nem ő az a tipikus játékos, akire, és nem ő az a tipikus Barcelona rajongó, mert hogy egyébként Real rajongó volt, akit várunk a játékba. De ezt nem azért mutatok, hogy ilyet nem, kell csinálni. Nem. Így nem. Ő Ági volt tegnap, ugye? A világ legjobb játéka, a világ legjobb nyereményével, legalábbis egy labdarúgó rajongó számára, és nem sikerül valahogy beletalálnunk a közepébe. Na igen. Láttátok a legújabb UFO-s híreket? Nem akarok, nem áll, léci. Magyar UFO. Magyar útra, magyar Uber. Ne kezdjük el, nincs. Eddig minden egyes kísérleted, ami arra irányult, hogy bennünket meggyőz arról, hogy vannak UFO-k, az beledőlt a Dunába, vagy nem tudom hova. Ott volt a kanadai védelmi miniszter. De most úgy érzem, meg tudlak benneteket győzni. Igen. Végre. Most úgy érzem, meg tudlak benneteket alapozod ezt. A Google Earth, ami azért ugye hát nem lehet azt mondani, hogy ők azért hamisítanak valamit, a Google Earth felfedezett... Dehogy. Csak néha. Felfedezte a földön kívüliek egyik hatalmas anyahajóját a brazil dzsungelben távol mindentől. Aha, tehát leszálltak és ott fekszik a űrhajó. Igen, azt mondják, hogy egyébként Brazília mindig is a figyelem központjában szerepelt az UFO észleléseknek, mert hogy nagyon sok UFO jelenség van, amit nem tudnak megmagyarázni. Uh-huh. Jelenség, amit nem tudnak megmagyarázni. Az UFO-szó szerintem nem kell az elég. Isztak az argentinok? Nem keveset. Ugye? Hát akkor én már itt látom is az összefüggést. És állítólag egy UFO vadász nemrégiben a Google Earth térképeit használta segítségül, és azt böngésze felfedezte, hogy Brazília északnyugati részén Rodónia sűrű őserdeiben Rodónia. Hatalmas űrhajó állomásozott évekkel ezelőtt. Készített róla egy videót, amit ő egyébként megosztott a YouTube-on, és a számos UFO közösséggel is, és hát nagyon sokan szerették az ő videóját, mert hogy azt mondja, hogy messze az erdőírtásoktól megadta a koordinátákat, hogy egyébként ezt hol tudod megnézni. A háborítatlan őserdőben négy fehér kupolaszerű képződmény látható egy tisztáson. És elütnek a környezettől, ugye ott ember nem építkezik, nincsen épület, nincsen torony. Négy fehér kupola. Azt mondja, hogy nem természetes tárgyak, tehát egyértelműen látszik, hogy valami nagyon más, mint ami az őserdőben van, mert hogy csak ott kilométernyi, 100 000 kilométernyi zöld területek vannak. 100 000, tehát nem 100 000, nem így kell érteni. De lehet, hogy van annyi is. Hát honnan tudjuk, mi nagy ország. Tehát nem lehet, hogy a fakitér mellett négy sátra. Igen. És azt mondja, hogy ezek a fehér gömbök, ezek szabályos távolságban vannak egymástól, és... lehet, hogy egyetlen egy nagy UFO részeit képezik, a sötét kör pedig maga a leszálló hely, ahol ezek az UFO-k landolnak. Borzongató hír. Érdekes egyébként. De, ja, és ugye úgy szól a hír, hogy évekkel ezelőtt látta ott, tehát ma már nincsenek ott, ugye? Nem, a felvétel valószínűleg, ami arról a szegmenséről készült a brazil dzsungelnek, az már régebbi. És senki nem akart oda menni, azonnal lesz megnézni. Több ezer kilométerre van mindentől távol, Feri. Át kéne küzdeniük magukat a dzsungellel. Aztán helikopter? Ismeretlen növények. Óriás kígyó. Látok Brazíliát baromira szeretik. Tehát a 70-es években, azt nem tudom, ismeritek ezt a történetet, Brazília északkeleti részén nagyon sok ilyen zöld fénygömböt láttak. Igen. És ezek a tenger alól bukkantak állítólag föl, és a tengerbe szálltak vissza, és komplett falvak, halászfalvak ürültek ki, akik elköltöztek onnan, mert nem tudták megmagyarázni a jelenséget, és akkor ezt a katonaság is elkezdte vizsgálni, de azt, hogy nem tudják az okát. Nagy hogy zöld mi, gömbök? Egy kis fényzöld gömbök egy jelentek meg. Egy szállítmány. Csak és kizárólag. Egy nagyon taknyos kisfiú órában. Igen. Na mindegy, megvizsgálták ezeket a felvételeket, és azt mondják, hogy ezek a kis építmények egyébként nagyjából 100 méter hosszúak. Uh-huh. És nem tudják megmagyarázni egyébként, mi van a Google Earth azon látható képén. Nem is olyan kicsi, mondjuk. Nem kicsi. Egyébként nem kicsi. Ott, ahol csak és kizárólag ugye őserdőnek kellene lenni. Tehát van egy írtás, egy nagy tisztás, és azon négy fehér gömb. Ugye? Ebből indulunk ki, amire azt mondjuk mi, hogy ez egy űrhajónak, ez most maga az űrhajó a fehér gumók, vagy az a leszállópálya? Tehát arra teszik... A fehér gumók azok az űrhajók állítólag. Azt hittem, a gumókra teszik rá az űrhajót, hogy ne legyen dzsungeles az űrhajó alja. Kiderül, csak egy baromi nagy kokain feldolgozó üzem, tudod, és ott is Haciendán állítják elő, érted, a kokaid valahol eldugva a brazil őserdőben, senki ne találja meg őket. Mindenesetre érdekes a felvetés. És azt mondanom, tudják, hogy anyahajó. Tehát, hogy láttak körülöttem, mint tudom én, a bufonotapilotákat az erdősáv szélén brunyálni, vagy mi? Hogy megálltak egy picit, könnyítsenek magukon? Honnan tudják?
Hát, hogy maga ez az űrhajó. Tehát, amit látnak bent az Amazonasban, az az űrhajó. De ahhoz, hogy én tudjam, hogy ez egy űrhajó, ahhoz látnom kellett volna leszállni, meg felszállni is, hogy tudjam, hogy ez egy olyan tárgy, ami mozog is. Mert ők most látták lent ott a dzsungelben. Nem? És nem el lehet, sem egy stabil építmények. Tehát a Google Earth ugye nem mutat élőképet, tehát nem látod, hogy lefölmegy egyébként. De hogyha én látom a Google Earth-ön, hogy ez hol van, akkor csak oda megyek. Hát ezt a csávó fölfedezte 5 éve, érted? Vagy nem tudom, mikor fedezte föl. Hány éve fedezte föl? Nem tudjuk. Pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt. Hát azért volt idő odáig elmenni, gyerekek, hogyha ez mindent eldöntő, perdöntő bizonyíték az ilyen ufótlanokkal szemben. Hát megtalálta, és utána pedig azt mondja, hát inkább a koár googlizok, hogy a Copacabanára, inkább azt átlátok bele, négy látok. Másféle gömböket keresek a Copacabanán. Hát most, szóval, hogy hagyjuk már ezeket megint, ez ugyanaz lesz, ja, mint a magyar izé. Csak gondoltam behozom. Hogy fölhívtuk, emlékszel a magyar UFO kutatóra, azóta várom a videót, amit megígért. Igen, igen, ő nem nagyon küldi, lesz. Ő nem nagyon küldi. De mondjuk szerintem jó, hogy ilyen korán behoztad már a témát, mert valószínűleg a Patakétől még ilyenkor alszik, és akkor nem fog az én. Igen, nem fogod felzaklatni. Szívesen csinálok magamból hülyét, ha Pataki nincs egyébként, tudjátok, minden több műsorért. Egyébként miért nem küldi el azt a felvételt, amit egyébként itt egyenes adásban ígért meg? Hogy postázni fog. Nincs. Ja, mert nincs. Aha. Gondolom. Hát még nem láttam teljesen beszámítható UFO kutatót azért, tehát hogy valahol mindig érzek egy kizavart az erőben, megmondom, tehát nehéz. A holdas videót nem láttátok? Az is a napokban jelent meg, az is egy nagyon érdekes videó. Holdas. Valamelyik holdra szállásnál, nem tudom, Apollo X, tök mindegy, a háttérben folyamatosan fel akarják rakni ezt a videót, és a háttérben feltűnik egy ilyen fura kétméterszerű lény a videón, és elkezdi az egyik, elkezdi egy jelek. Igen, és integet, és az olyan, hogy szia anya, benne leszek a tévében. Nem, baromi érdekes a videó, most hamisítvány vagy nem, tök mindegy, de szeretném nektek megmutatni, érdekes. Arról szól, hogy az egyik leszálló egységben emberünk filmezi a leszállást. És egyre több ilyen videó van egyébként. És valaki balról behajol és megkocogtatja. Nem, és egyszer csak rázumol egy tőle több száz méterre található kis sziklaarakú kis képződmény, és az a sziklaarakú képződmény egyszer csak két lábra áll. Aha, és addig ez ennek köszönöm. Na most ez így elmondva, tudom, magát, hogy azonnal hozzák a ribot, hét lekötöznek, kikötöz, kipeckelik a számot, és elvisznek. De olyan is, hogy ott volt egy bokor és harrém ment. De és ott volt kettő darab IKEA ágy, de nem és azok is arrébb sétáltak. Hogy oda ment a préri farkas, hogy könnyítsen magán, és akkor arrébb ment a bokor. És akkor ment utána a préri farkas, és nem, ez egy rajzfilm, barát. Valami sok érdekes videó van, amit egyébként a NASA nem enged közölni, tehát vannak, amikor repül az űrhajó, közelíti a holdat, és balról valami berepül. Ezt is ugye folyamatosan próbálják letölteni, a NASA pedig folyamatosan leszedi. Ezek érdekes kis videók, látod, hogy valami repül együtt az űrkompal, és figyeli a holdra szállást. De nem tudod, hogy az alapjában mi, csak annak ott nem szabadna ott lennie. És próbálták sokszor nyilvánosságra hozni, igen. Na mindegy, és emberünk két lábra áll, és ilyen fura mozgással elindul. És megfejtették, hogy valószínűleg nem hamisítvány a videó, de a NASA folyamatosan lesz. Nem emberünk, ufonautánk. Micsoda? Nem emberünk, hát nem ember. Vagy ő egy ember, aki... Mi van? Hát azt mondtad, hogy emberünk embert négy képzel embert. Hát emberünk, na, hát most már nem tudom kívja. Hát most kívja. Egy humanoidunk. Olyan, mintha. Egy humanoidunk. Üveg van a kezébe? Tessék? Honra jó Istenbe vagyok. Azt mondta, Józsi, igyam meg ezt az abszintet. Ki? Hallod? Azt mondták, hogy nem a Bokács téren kéne lenne. Hol a templom? Hol a templom? Na mindegy, majd megmutatom nektek ezt a videót, aztán szemetek szálltok el. Ez a preperdöntő bizonyítéknak érzed végre? Én soha nem érzem annak, mert nem foglak tudni benneteket meggyőzni, de maga a videó egyébként érdekes. Jó minőségű, normális érvekkel. De arra is rá tudod mondani, hogy hamisítvány. Nem tudom rámondani, de ezek a szemcsés, kicsit a háttérben. Érdekes, tök jó egyébként, a videó, föltöltjük majd a Facebook oldalra. Azon a holdos videón a két méteres lény azt mondja, hogy Hódor. Hódor. Érdekes a videó, megmutatom majd nektek. Így van, és egy béna kis videót visz a hátán. Igen. Na, oké, ennyit az UFO-król. Jó, viszont oké. Még egy ennél is komolyabb téma. Na. 7 óra után több mindenbe bele szoktunk kapni. Vizes BV, olvastátok a Vizes BV-vel kapcsolatos új híreket, hogy új kabala figurát keresnek, az arculati elemek megtervezése után pályázatot írnak ki a lehetséges kabalákkal kapcsolatban, és szlogent is keresnek, vagyis várják a javaslatokat arra, hogy mi legyen a Vizes BV szlogenje.
Hát figyeljetek, nagyon jó a dolog, ugye boldoggal kezdtük. Boldog elvérzett. Hála jó Istennek, azt úgy érzeztem, hogy nem volt erős a dolog, de most vannak ugye új figurák, még mielőtt rámennénk erre a bizonyos... A figurákban erősek vagyunk, tehát hogy ott ki tudunk találni, itt a szlogen lesz a probléma, jó, mert de... nem tudom, hallottátok-e, hogy a magyar labdarúgó válogatott buszának az oldalára mi került, miközben ugye néhány hónap előtt mi is foglalkoztunk róla, igen, mi is foglalkoztunk róla, hogy szlogeneket vártunk a hallgatóktól, mi is dobtunk egy-két ötletet, hát ha lesz belőle valami, mi került az oldalára? Ria-ria Hungária. Hát ezt mindenki tehát, ismeri. Igen, tehát, ugye, hogy értitek. Ezt együtt tudod, tehát, hogy igen, Ria-ria ez Hungária. A visszatűz helyhez. Ria-ria Hungária nem ismerős, nem cseng valakinek így ismerősen? Nincs egy picit déjà vu érzésetek? Ria-ria Hungária, ez került végül az oldalára. Tehát mi értelme van ezeknek a szlogén kiírásoknak, amikor, vagy nem jelmondott írásoknak, nem, ja, nem jött jobb. Nem jött jobb, ez meg mentét, ezt mindenki Hungária. Ismeri. Na. Szóval csak annyi, hogy van egy ilyen, hogy Hali a hal. Hali a hal. Igen, ugye most Kabala figuráról beszélünk, hogy Hodor, nem Hodor, hanem Bódog lejátszott, ugye? És most új Kabala figurát keresett, Trütko benyomta a vízipókot, aztán a Kislászló botrány után ezt visszafogta, vagy visszavette a nominálását a vízipóknak, de mégis megmutatták tegnap a vízipókot. Van Hali a hal, ő kicsoda? Hali a hal az azért érdekes, mert ez a szójáték, ez csak magyarul él, tudod? Tehát a Hali a hal. Igen. Ja, azt hittem, hogy ez ő egy mesefigura, akit nem is. Nem, egy hal, egy hal alakú. Valaki, csak hogy így hívjuk, hogy Hali a hal, hogy ezt az kéne egy picit így elgondolkodni, hogy nem csak mi leszünk ezen a versenyen jó esetben. Igen. Ugye? Tehát, nem már baj, ha értenék a szójátékot. Igen, hogy a szójáték az csak így nekünk vicces. Tehát a figurák közül nekem csak ennyi volt, hogy nem tudom, kit fognak majd választani, de ez, hogy Hali a halnak hívunk Hali valamit, az... Igen. És szlogent is keresnek. Fishy the fish, érte. Igen. Fishy the fish. A Hali a hal az így van, ahogy igen, gondolom, hogy fishy the fish, igen. Kacsintó paprika is lehet akár a 2017-es VB új Kabala figurája, vagy Hali a hal, ugye ez még mindig nem a szlogen kategória, ez az arculati elem, ehhez tartozik hozzá, és új szlogent is keresnek, ami magyarul és angolul is egyébként jól érthető. Tehát például a több mint víz, a more than water, ugye ezt mondják, hogy ez milyen jól szól, hogy több mint víz. És több ilyeneket víz. Várnak, ilyen szellemes szlogent várnak, vagy szellemes szlogeneket várnak a magyar közönségtől, hogy nevezz be egy szlogent. De várjál, hát a mi hallgatóinknál úgy sincs kreatívabb tömeg. Hát egyértelmű, hogy nincs meg, ez a paprika. Egy picit azért érjünk már vissza. Ez milyen paprika? Az egy kacsintó paprika. Kacsintó piros paprika. Mert hogy mi így szeretjük a paprikát. Piros paprika, de annak miköze van egyébként a vízhez? A vízből nő. Akkor legyen vízi ubor, víz és akkor legyen ubi az ubor. Ja, az nem jó, mert akkor lehet, hogy megint félreértik a taxisok. Ubi! Igen, az a baj, hogy a uborka lesz, a szlogen, akkor meg kell tícsák be az úszóebét lesz. Tehát vigyázzunk, mert a taxisok mindent betiltatnak. Tícsákba a betiltást is. Igen. Szóval, hogy milyen szlogent kellene keresnünk? Felejtsük el, hogy angolul is érthető legyen, koncentráljunk csak egy szellemes, magyar, jól hangzó vízi VB szlogerre. Az a több mint víz az egyébként nem rossz, mert bármit bele tudunk. Több mint víz. Több mint víz, ez mondjuk fröccs, az például már több, vagy szóda. Vagy több mint víz, meg klór is van benne. A Kabala figurára egyébként mit látnál szívesen? Ilyen vidrát. Igen? Igen. Egy vidrát? Igen, vidia vidra. Nem, nekem a vidra nagyon tetszik. Tehát a vidra az iszonyatosan aranyos állat, vagy hihetetlen aranyos állat, ne legyen pejoratív, vagy ilyen dehonestáló jelző, tehát hogy hihetetlenül aranyos kis állatkáról van szó. Én nagyon-nagyon bírom, és hát Magyarországon van belőle, a világon nagyon sok helyen van belőle, ismerik, tudják, hód is lehetne például. A vidráról az itt eszembe, múltkor láttam egy ilyen természettudományos filmet, fekszik a hátán, a hasára teszi a kagylót, és egy kővel föltöri. Ezt csinálja a vidra. Okos is. Tehát, hogy még okos is, ezt akarom ezzel mondani, hogy nem csak ügyes és jól úszik, hanem okos is. Hód? Hód is jó. Jó, de annak nagy és lapos a farka. Igen. Csak nehogy az legyen belőle, hogy lesz valami magyarul, egy kazis írjék, vagy lesz valami magyarul, hogy nem tudom, és az lesz, hogy same in English. Ja, tehát, igen, same in English. Igen, a Sémi is mindenhova lehet tenni, az egy Jolly Joker. Sémi Inglis az nagyon jó. Na, rá hallgatok, van ötletetek? Egy jó, magyarul jól szóló, most nem kell azzal foglalkozni, hogy angolul is jól szóljon, egy magyarul jól szóló szlogent írjatok nekünk. Mi lehet az, ami egyébként jó lehet egy vizes VB-re? Ha olyat találunk, ami nem ironizál, vagy nem humorizál, hanem tényleg jó, akár még be is küldhetjük. És akkor mi megnyerjük a pályázatot, lenyújjuk a lóvét, amit a hallgató küldött ötletet. De nem ingyen, szerintem ezért nem kapunk nagyon lóvét, nem mi reklámügynökség vagyunk, akik eladják, hanem beküldjük, és pályáztatjuk a saját szlogenünket.
küldjetek nekünk tényleg, ami esetleg szellemes lehet a magyar úszó világbajnokságról. Ez 2017-ről beszélünk, ugye? 2017, ez jövőre van. Jövőre rendezik, igen. Igen. Hogy áll az építkezés? Jól áll, nagyon szép, gyönyörű. Gyönyörű létesítmények lesznek, tehát olyat nem lesz hiba, az egészen biztos. Jó, ezt talán tudjuk utána használni, és ugye, mert nem úgy van, mint az olimpiás létesítményeknél más országokban, hanem azért mi ugye vízből elég jók vagyunk, vagy vízes sportokból, tehát biztos, hogy lesz majd hasznosítása is. Igen. Azt írja valaki, hogy össze kellene kötni több mindent, és legyen Vidrai Tamás. Vidrai Tamás. Aha. Nem jó van, egyébként de kabala figura legyen, Vidrai. Legyen a Vidrai Tamás, az 20 VB kabala figurája. Nekem ez nagyon tetszik. Így van, per, meg legyen akkor Szárcsás Tamás. Egyébként ez szellemes, lehetne még Hódi Pamela is. Na, jól van, szóval, hogy engedjétek szabadjára a fantáziátokat. Egyrészt kabala állatot keresünk, jó? A Tütko miért adta be a vízipókot? Miért gondolta? Most próbálok ráfűzni, hogy az sokkal kedvence volt régen, ugye? Tehát, hogy valami ilyesmiben kellene gondolkozzunk, de nincs sok vízi állatos hősünk egyébként. Hát van a nagy hohohorgás. Igen, van a kis kukac. Az mondjuk az aranyos lenne. Igen, a kis kukac helyett mondjuk a cselacit lógatná be így a izén. Tudod, a derékövvel. Tehát nem a kukac lógna, hanem a cselaci képe lógna. Néha olyan megdöbbentő dolgokat mondasz, hogy hirtelen leesek a vonatról. Horgász, úgy horgászott, hogy a kukacának a derekára volt egy öv kötve. Aha, az jó. Figyelj, lehetne így még egy... Cselacit lógatnám, és úszna a cselaci. Na. Lehetne még talán például a csík is, az is nagyon aranyos. Egy nagyszerű sportolónk is volt, hát van egy Csík nevű. Ja, várja, az nem jó, mert akkor sokan a Kucserára asszociálnak be. Na, ez a baj velünk, hogy nem tudunk összefogni egy szlogen miatt, mert mindenki áthallásosnak gondolja. Áthallásosnak gondol minden. Drága hallgatók, van jó ötletetek. Szlogen és mesefigura, kabala figura. Jó? Hát, ha találunk. Boldognál nem lesz nehezebb. Egyébként jobban találni, írjátok meg nekünk, hogy milyen ötletek vannak. Többen kérdezzétek a focis játékot, mi már ezt korán elmondtuk, hogy még tartsátok szárazon a puskaport, mert ez csak 9 óra után lesz majd. Tehát egyelőre gyakoroljatok, artikuláljatok tükör előtt, még nincs szükség arra, hogy nagyon füleljetek, vagy hát legalábbis várjátok a játékot, mert hogy jön a játék, de majd csak 9 óra után. Van még egy kis idő. Jó? Viszont a Mit mond órára lehet már most jelentkezni, SMS-ben mi pedig jövünk, Ákos híre jut. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentvéden szigetekre már, de valaki szedve az útja önnek, a mely ország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. 3.48 pontosan, hello mindenkinek. M3-as befelé Szerencs utca előtt 4-es kocka belső sávban, sokan kérdezitek, miért nem lehet haladni, hát ez az oka. Mindig történik valami abban az M3-as bevezetőjén egyébként. Dugul visszafelé, és emiatt nehezen tudtok bejutni a fővárosba. Tehát M3-as bevezető Szerencs utca előtt nagy baleset, emiatt hatalmas dugó van. Trafi van az M0-áson, a Nagytarcsai ipari parknál, a felüljáróról mérik a Pécel felől érkezőket, célvédős Feri küldte nekünk. És kamion szorult be a reptéri gyorsforgalmin befelé, Budapesten alakul a dugó. Ott a kamionokkal van a baj, vagy ez a híd van alacsonyan, vagy ez a jelző van alacsonyan. Én egyszerűen nem értem, de hogy így. Nem tudom. Tehát hetente beszorul valaki ennyire nem. Nem a már kezdek arra gyanakodni, nem a kamionsofőrökkel van a baj. Ez a kihívásról szól. Meg tudod csinálni, vagy sem. Igen, mert ez a pont a pár centi, és azt gondolod ott kamionosként, hogy te átférsz. Nem fogok kerülni, és szerintem én alacsonyabb vagyok, de nem. Ez az őfeket a lovagjuk, érted? Mindig oda megy egy hős, oda megy egy harcos, oda megy egy lovag, és megpróbálkozik, ha lehetetlenne. Elképesztő. Legyőzni azt az akadályt. Ott hetente valaki beszorul, ott valami téridőkontinuum zavar van, vagy nincs pontosan kiírva, hogy mekkora ez a kapu, vagy a kamionsofőrök felejtik el. Ott valami nem stimmel, máshol nem szorulnak be az országban, tehát ott vagy a kapu, vagy valami, ott valami nem jó. Miért nem szorulnak be máshova is? Mert minden híd előtt van egy ilyen kapu, ami jelzi, és mindig ott. Az a rock'n'roll-ról szól, arra felhangosítják a tangsabdát is. Gyerünk! Nem lehet, hogy valaki levágott a kapuból egy kicsit, egy 10-10 centit ellopott belőle, visszarakta, letűzte a két kapufát, és ugyanúgy áll a kapu, csak egy picit rövidebb, bevitte, eladta, és rövidebb a kapu, nem lehet. Szórakozik egy távirányítóval, és még lejjebb. De figyelj, ez valami nem stimmel. De ott a kapuba szorulnak be? Igen. Aha. Igen.
Nem a híd, tehát nem a hidat veszi a hátára, hanem már a kapunál. Ott szerintem nem a hidat szokták el, hát a híd előtt van egy kapu. Ez a műanyag ízni, ami veri a kamionnak. Nem. De nincsen nem, ilyen? Van olyan, az általában egy ilyen megelőző kapu szokott lenni, és a következő. Igen, ha tudod, hogy a homlokodon csattan... Hát te nem értesz semmiből. Az a következő. Mert a homlokodon csattan az a műanyag vacak, akkor tudod, hogy alacsony az átmenő, tehát egy nem tudsz... Azt hiszem, hogy ez a videójáték. Na jó, egy-két SMS csak. Igazából hallgatóink is tanácstalanok, azt látjuk, hogy nincs senkinek nagyon átütő ötlete arra, hogy milyen kabala figurát küldhetnénk be. Mi az úszó? Én azért már, hogy hívják, dolgoztam az ügyön. És rájöttél valamire? Igen, azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes megnézni, hogy mik azok a jellegzetes a magyar vagy Magyarországra jellemző halfajták, amikre lehetne építeni, és három ilyet találtam összesen. Most az első, ez szerintem egy elég magas labda, de érdemes lenne mindenképpen kipróbálni, mert bevonhatnának egy újabb főszponzort, ez pedig a Visa. Ami lehetne egy kabalállatunk. Igen, ez jó. Én szerintem az a baj, hogy a Mastercard már tiltsák be a Vizát. Tehát jövő héten az Erzsébet hidat zárja le a Mastercard, tiltsák be a Vizát. De a Visa úgy kidöglött nálunk, mint a húzat. Az nem rossz üzenet? Mentsék, mi menthető. A másik ilyen, hát egyre inkább ugye tért hódítanak, én azt gondolom, sokan hallottak róluk, meg mi is olvastunk, meg beszéltünk róluk, a férfi szinkronűszók, és rájuk való tekintettel a kecsege. Hát ugye mindig így felmerül a kérdés. Hát, hogy kecsesek, ugye arra gondolsz. Igen, hogy a kecsege nagyon szép, nagyon a szép karcsú haltipus, illetve van még egy kevésbé ismert, és szerintem mindenképpen így figyelmen. Ettől rettegek a legjobban, bocsánat, hogy a Benny egyszer odáll elém, és azt mondja, hogy apa, szinkronúszó akarok lenni, és akkor egy világom mik majd össze bennem. Már vettem is egy csipet. Nézd, apa! És most lebukok a fürdőkádba. És piccelve lebukik nekem a fürdőkádba, ott világá megyek. És mi a harmadik? Van még egy kevésbé ismert pontyfajta, amiről nem, aminek a nevéről szerintem mindenkinek beugrana a Szepesi Niki neve, ez pedig a Kurta Baing. Az a baj, kicsit magyaros, de én értem. Igen. Még írnak néhány magyaros dolgot, amit mi értünk, de nem baj. Tehát a magát, a kabala figurát nem kell másnak érteni. Lehetne például a vakkomondor, nagyon szeretem. Igen. Igen, vagy hókusz-pókusz. Hókusz-pókusz. Zoli küldte nekünk. Ami jó, az jó. Ezt mi nagyon szeretjük, igen. Itt volt egy egér, volt egy darnyi, akik a vizet jól fel tudták kavarni, de most már van nekünk egy cseh, aki magyar, és nem csak kavar, hanem mindenkit, ha az a zavar picit hosszú, de köszönjük szépen. Valaki csak ennyit ír, lételemünk a víz, mint Heknek a Balaton, ezt nem tudjuk beküldeni. Nem tudjuk beküldeni, de Betty nagyon szereti, igen. Legyen egy szúnyog, nincs állat, ami jobban jellemezni a magyar vizeket. Egy szúnyog. Egy apró kicsi szúnyog is lenne. Nem rossz. Nem rossz. Magyar vagyok, szép és laza, leúszlak, azt húzok alá. Leúszlak és húzzál haza. Igen. De egyébként a vakkomondor az úgy jó, hogy vakkomondor szlogen, itt mindenki megúszza. Ez így azért szellemes egyébként. Muszáj állatnak lenni a kabala figurának? Hát. Állat kell, hogy legyen? Nem, lehet, hogy egy emblematikus személy is lehetne, és akkor lehetne az emblematikus személy arca mellé egy szlogen, vagy csak annyi lenne, hogy tisztújítás. Na jó, nem lettünk okosabbak. Tehát nem egy egyszerű feladat egyébként. Igen, jelezzen is valamit, aranyos legyen, szerethető legyen. Hát például a moszkvai olimpia maciát annak idején mindenki Misa mackót mindenki meg akarta szerezni magának, hogy legyen óriási, egy plusz macit. Nagyon szerettük. Többen még elküldték nekünk Vidra Ildikót, köszönjük. Jó az ötlet. Nagyon jó az ötlet. Na, játszunk egy jó, itt van már is a hallgatónk a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Isró vagyok. Orsi. Sziasztok, nagyon örülök. Orsi, hello, Orsi, jó reggel. Sziasztok. Mi újság, Orsi, honnan hívtál minket? Hát még itthon vagyok, készülődök a munkába, aztán gondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnák játszani egyet, mert nagyon sokszor próbálkoztam, és most végre sikerült. Tényleg? Na. Az jó. Én nagyon örülök. Miért? Már régóta próbálkozol, azt mondod, mióta?
Hát szerintem ilyen nagyjából fél éve, kb. Így hébe-hóba küldözgettem mindenféle játékra SMS-t, a Dórára is, meg ilyen időszakos játékokra, és akkor gondoltam, hogy na most még egyszer megpróbálom, hát a sikerül, és adna azonnal visszaívott. Na, te jó, látod? Fel, te jó. Látod? Na ez a lendület, ez a vitalitás ez, kell nekünk. Ez. Majd a le fogjuk menteni. Ugye. Az örömödet, referencia örömnek, majd mindig bejátszok. Na figyelj, híres ember, szólásmondás vagy város, melyik legyen? Na. Hát legyen a szólásmondás. A leghosszabbat választott, tényleg? Uh-huh. Jó, indítjuk az órát, figyelj. Hiráv, tój, ebélye, tet, új. Tet, új. Ezt ha visszafordítod, akkor már nagyon könnyű. Nagyon egyszerű. Tet, új. Ez a vége, vagyis az eleje. Hiráv, tój. Ne bélyegtet, új. Ne bélyegtet, új. Nagyon közhelyes. Na, a tet, új, azt visszafordítod, az mi? Jó, pet. Tet, na, jó, tet, tet. Jó, tet. Jó, tehát helyébe jót vágy. Na jó, oké, igen. Hát nem a nehéz. Tényleg ez volt? Hát persze, tett, új, az ugye jó tett, és onnan már ugye a jó tett helyébe, hát már megvan. Igen. Úristen, és akkor még benne voltam az időben, vagy már nem? Mondjuk azt, hogy benne voltál. Tényleg nagyon köszönöm, úristen, nagyon örülök. Nyugi. Most ne állítsd le, végig legyen ember, aki örül, de ha visszafog. Úristen, jó tett helyébe jót vágy, hát ez kész. Mi is mindig ezt mondjuk magunknak, amikor nagyon köszönöm, ugye, annyira örülök, hogy beszélhettem veletek, és hogy hallottam a hangotokat így is. Mi is nagyon örülünk. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Orsi, küldjük nagyon az erdélycsomagot. Nagyon köszönöm, puszi nektek, sziasztok. Puszi, ciao, hello. Sziasztok. Szia, hello. Na, neki kéne gólörömet játszani. Ő neki menne. Neki menne. Nem lenne messzó, passzó, sziszónak. Messzó. Hisszó. Én már alig várom, gyerekek, a 9 órát. Én nagyon várom. Én annyira várom. Remélem, hogy kifogunk egy újabb aranyhalat. Nem is. Én picit tartok tőle. Én most már kicsit ennek drukkolok. Hagyom feszülni. Én már kicsit ennek drukkolok. Én már kicsit sajnálnám, ha valaki túl jól lenne. Vele fogunk utazni össze, csak mondom. Persze, az lesz a jó, igen. Én igazából Ágival mennék egyelőre. Én rászavaznék abszolút. Megülnek az asztalnál táskás szemeket maguk elé merendben. Nem értik a játékot. Nem ezt akartuk. A srácok nem így adták le az ötletet. Igen. 6 perc, pontosan 8 óra, van friss közlekedési híretek. Küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtök a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Hello mindenkinek, 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Drága hallgatók, köszöntünk mindenkit, jön a jó idő, jön a meleg. Hétvégére már egészen száraz időjárás mondanak. A hőmérsékleten most sincs baj, csak a hirtelen kialakuló zápor az ivatarral, de ennek nem sokára vége. Ennek nem sokára vége, pénteken, szombaton nyárias, koranyári, meleg, és csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Tökéletes. Reméljük, ez a helyenként ez nem ott lesz, ahol éppen tartózkodni fogunk a jövő héten tavaszi kitelepülésen, de bízunk abban, hogy itt megúszunk. Bizonyám, jövő héten Szombathelyen kezdünk, aztán Fehérvár, Szeged, Békéscsaba, és ugye Kazincbarcika az utolsó. Nagyon jó kis helyszíneink vannak, nagyon sok játékkal készülünk. Szombathely főtér, drága Szombathelyek, készüljetek, jövő héten hétfőn a fő tereteket foglaljuk el, és vesszük birtokba, és sajátítjuk ki, és leszünk ott. egészen tíz óráig, aztán visszaadjuk nektek. Aki esetleg valamilyen okból kifolyólag nem hallotta most ezt a felsorolást, meg nem fogja még hallani egész héten, vagy esetleg nem megy fel a Facebook oldalunkra, vagy a Morning Show-nak a honlapjára, akkor az a Vaze segítségével is megtalálja azokat a helyszíneket, ahol konkrét leszünk az adott városokban. Rá csak kell vazézni a Morning Show-ra. Így van, csak beírod a keresőbe azt, hogy Morning, és már dobálja is ki egymás után a helyszíneket. Bizonyám, abszolút. Úgyhogy megtaláltok minket, de fönt van a Face-en, az Instagram oldalunkon, mindenhol ott vannak a helyszínek, úgyhogy meg tudjátok nézni. Na, a trafi az M7-e 145-ös kilométerénél Nagykanizsa irányában, Hami küldte nekünk. Aztán Májra-Remetei úton van egy balesetbusz, és kukásautó frontálisat ütközött, nagy a dugó. Ezt Turi küldte nekünk. Nem kamion szorult be a gyorsforgalmin, hanem Fehér Asztra robbant le a bejövő sávban, és lehet, hogy emiatt van dugó. A kamion többen elküldték, tehát lehet, hogy a kettő egyszerre van. M3-as bevezető 5-ös kocs a Szentmihályi felüljáró, rendőr már kint van,
hatalmas a dugó befelé, úgyhogy aki tud, kerüljön, Orsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. 3,5 tonnás tábla és villogó magasságkorlát van a gyorsforgalminál. Mégis sokan beszorulnak, írta nekünk egy hallgató. Margit hídon egy picit lassabb az áthaladás Budáról Pestre, és azt nézem, hogy egyébként úgy nagyjából minden rendben van, kevesebb a trafi, mint szokott lenni. Hát volt egy nagy kasza, ugye, pár héttel ezelőtt ott. És még azt nyögik, szuszognak utána. Most dolgoznak. De jól laktam, te. Nagyon kész vagyok. Ahogy a nyomtató nem bírja, kaszáltunk. Mikor lesz a barszás kérdés, kérdezi Márk, 9 óra után. 9 óra után lesz a barszás kérdés, vagy ez is lehet, hogy 8:50-kor maga a kérdés elhangzik, de a játék az 9 óra után lesz, tehát készüljetek. A gólöröm. A gólöröm, ami eddig nem sikerült. De most már nagyon várjuk, mert a hétfő is nagyon jól, és hát a tegnapi játékosunk, hát minden képzeletet felülmúlt. Ő szenzációs volt, ha valaki nem hallotta volna. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Rizzónak, Rizzó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Rizzó elé kerül a labda bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Gól! Kiderült, hogy Real drukker. Kiderült, hogy nem ismeri a játékosokat. Zseni volt. Ági tegnap zseniális volt. Na őt kell. Ő nála kell jobbat csinálni. Vagy rosszabbat. Egyébként megfordíthatjuk. Hogy ki tud a a legótvarabban megcsinálni. Érted, hogy én azért egy jót hallanék. Én azért egy jót hallanék. Egyet. Meg legyen a kielégülés, azért egy jót halljunk. Tulajdonképpen a szórakoztató faktor ebben kicsit jobban benne. Nagyon várom. Igen. Böde Dani! Nagyon várom. Tehát értetlen abszurd volt az egész. Mindenesetre annak én mindenképpen örültem, és nyilván a barcások is, hogy együtt játszhatott végre Stoichkov és Messi is egy ilyen pár évtizednyi távolságból így összejöttek így egy pár. De nem Messi volt, ő Messo. Messo, ja, tényleg Messo. Messo és Sisso. Igen, Messo Sisso. Nem már egyébként egész jól, mert én őt imádtam. Istenem, hát kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, ki lesz a 9-es játékos. Egy kis félelemmel vegyes. Nagy a tét, tényleg nagy a tét. Felfoghatatlan. Tehát, hogy egy barca rajongó számára, aki eddig csak a tévéből láthatta a kedvenceit, annak ez egy hatalmas lehetőség. Persze, ott leszünk a Szentélyben 90 000 drukker mellett, ugye, mi is majd, és egy barcelonai hétvége a tét ráadásul. Igen. Ha jó fejek vagytok, kiküldtitek velünk. Ágit ugye hétvégén pénteken lehet majd Facebookon szavazni. Én biztos nem érek rá a hétvégén. Nekem aknim van. Te fogod kísérgetni. Nem. Bali, sütöttem egy tál almás pitét itt a szállodában, hogy vigyük ki a meccsre. Őszintén szóval nekem Feri a legszimpatikusabb. Ezzel! Igen. Már kértem, mondtam, is a, kértem is a recepción egy mágnes kártyát a szobájához. Ezzel be tudok hatolni majd, mikor alszik Balázskám. Jaj, de jó lesz. Igen. Na, megmutatom nektek az UFO-s videót, jó? Csak kíváncsiságban, mit szóltok hozzá. Nem mutattam még meg. Hát ti kértétek, hogy mutassak, mert a NASA titkos felvételét. De elég, ha délután átküldöd. Megnézem, esküszöm, éjszaka. Ilyen, tudod a Gmail-em. Összekötöttem a laptopot a tévével. Most oda néztek, és a szátok tátva marad. Most biztos, hogy egyszerűen magatok alá petéztek. Kiszivárgott egy titkos felvétel. Aha. A 69-es második holdra szállás alkalmával készült. Most látom, hogy micsoda mértékadó lap írta meg ezt. Igen, a NASA folyamatosan igyekezett eltüntetni a különleges videót, de kikerült, és hát kérem szépen itt van. Itt van a bizonyíték, ami arról szól, hogy ugye egy kamerával az egyik holdra szálló emberünk, Ellen Bean, állította föl a kamerát, és közben véletlenül a nap felé fordította. Legalábbis a NASA azt állítja, hogy kiégett a fényérzékelője, és ezért használhatatlan lett a felvétel. De mégis egyébként kikerült egy rész ebből a felvételből, és hát kiderült, hogy számos részt kihagytak, vagy éppen alaposan kikozmetikáztak, és egy butított verziót mutattak be a nagyközönségnek, ezzel ellentétben egyébként sikerült megszereznem az eredeti felvételt. Aha. Sikerült megszereznem, egyenesen a NASA-ból embereim kihozták. A izé az egyik armatúra, úgyhogy nem látom. Szóval látjuk, hogy ahogy emberünk állítja, a holdon vagyunk, majd észrevesz valamit.
No. Egy nem annyira humanoid, lényszerű kis... az első volt. Az első volt Feri. Igen. Aha. Mondom most. Terrek tűnő, fura kis lényecske. Teória, hogy nem tudom. Ki ő, mi ő. De zsék, egy létrával. Egyébként, mint hogyha ott nem sok gravitáció lenne. Tehát, hogy vagy irgalmatlan tömege van ennek a... Csak ő lehetett, senki már. És akkor ezt Ellen Bean rögzítenek. Hát nyilván állítólag azért ez ugye nagyon zárójelbe kell. A társa Ben volt egyébként a lesz. Mert hát hajszorjak nyugodtan. Nagyon kell, nagyon híres, de basztus, hol nyílik ez a rohadt ruha? Arrébb ment. Nem érem el, húzd már le a cincát. Arrébb ment, és és lehet, hogy a stábtok felvette. Igen. Felfoghatatlan egy. Hát gyönyörű. Egy videó. Kint van a Facebookunkon, meg tudjátok nézni egyébként. Aha, és nem lehet, hogy ugye azt mondtad, hogy egy butitót verziót mutatott be a NASA, tehát nem lehet, hogy az a rendes verzió, és ezt valaki csinált. Aha. De, hogy csak így kérdezem, tényleg tök halkan. Hogy ez van, hogy ilyen felokosított? Igen, hogy ez a felokosított. Uh-huh. Mert ugye lehet, nem tudom. Igen, de minden esetre a videó érdekes, látjuk, hogy ez a magas lény, ez a vékony lény ott Google. Nem tudom, hogy mit csinál. Biztos zavarba jött, hogy ráfordították a kamerát. Nem? És aztán, igen. Gondold el, gondolkozz az ő fején. Ibolyát, sétáltál, ahol rágyújtott, elvégezted. Erre egyszer csak azt látod, hogy egy kamerával belezoomolnak az agyadba. Te is megijedsz, felállsz, és érted. Zavarba jössz, és elkezdesz arrébb menni. Hát egy normális kutya se tudja elvégezni a dolgát, ha nézik. Aha, és nem? Szállnak le még időnk. Már fosni se lehet. Már megijednek. Ugye a sziteket nem zavar UFO hívők, hogy mindösszesen 3 másodperces ilyen részlet van ebből az egészből, és utána Bean úr visszaszaladt. Mert utol egyszer csak eltűnik az UFO, vagy az UFO-nauta, vagy hogy hívják őket? Hogy hívják, körbenézed? Te is látod, amit én látom, visszanézed, mert sehol nem volt. És addig már nem volt. Aha, értem. Jó, én csak szerettem volna ezt nektek. Miért akarnák eltitkolni? Azt mondd már meg. Nem tudom. Hogy miért akarnák eltitkolni? Tehát nem ez lenne, ez egy akkora szenzáció lenne, hogy valami hihetetlen. Tehát, hogy mindenki odáig lenne meg vissza a fan, hogy basszus is, 69, érted? Fú, ha hidegháború kielőskész, és az amerikaiak találkoztak először velük, nem pedig a pruszkik, a komcsik. Azonnal nyomat lát ki, hogy mi voltunk az elsők. Ja. Érdekes, ugye nincs árnyéka se a lénynek, tehát rögtön itt már lehet kötözködni ezzel, hogy azt nem is figyeltem. Ebből a távolságban nem is lehet látni ezt az árnyékot, Feri. De ki az Istennel vagy, de tényleg most az ufonautával, vagy velem? Hát most azokkal az emberekkel, akik szeretnek nyugodtan kakilni. Hát de jön ember! Adjad már! És meg hát megint a minősége, nyilván mondjuk 1969-ben még csak ilyen kamerák. Hát ilyen kamera volt, persze. Ilyen vacskot vitt föl, de hogy pont ugye az van, hogy az összes ilyen felvételen, ahol UFO-t rögzítenek, ott valami oknál fogva mindig olyan technikai eszköz van a rögzítő. De miért most egy ilyen HD felvétel lenne, hát, akkor ezt elhinnéd? Akkor se hinnéd, de azt mondod, hogy ez is hamisítvány. Tehát nem találkozol vele az utol. De az a bajom, hogy ma, igen? Amikor minden egyes telefonnal már videóklipet lehet csinálni, filmet csináltak már telefonon, érted? Uh-huh. Mindenkinél van egy okos telefon lassan a világban, és csak rossz minőségű fényképeket. Nem, ez nem így van. Hát egyet mutass már, ami jó néz ki. Mutatok neked London felett például olyan felvételek vannak, hogy senki nem tudja megmagyarázni. A London feletti UFO-ról? A London feletti UFO-ról, igen. Ahogy ugye veszik föl a telefonnal. De hát ma már egy ilyet hamisítasz, nem tud róla megmondani, hogy igaz vagy nem. Na mindegy. Én egy igazi találkozásra várnék. Mire, hogy odajön valaki az a metrón? Hogy nem, mit hogy halmi dűlön, vagy valami. Tehát, hogy kimegyek, és akkor egy jön az 50-es villamoson, és mellé dűl. Előző szabad az a hely? Persze, parancsoljon. Hajjaj, Jani? Igen. Vagy tetszik mondani, meg. Miért mellőből minden részeg? Megint romlott volt a csiperke, gondolhatod. Túltoltam a gombás batyút. Ezért nem szeretek a 4-es székekre ülni, mert mindig mellőből valamit. Aj, na igen, szóval igen, hát aki szkeptikus, az nehezen meggyőzhető. Tehát előbb hinnünk kellene? Igen, és akkor utána már mindent elfogadsz. Uh-huh, igen. Állítsuk át az agyunkat, és akkor holnaptól, ha bármilyen ufós hír van, szóval ezt mi tudjuk, Balázs. Hagyd a francba, engedd el, nem akarjuk megnézni. Tehát nektek bizonyíték kell. Nektek bizonyíték kell, nem? Ezt igen, mondjátok. Igen. Figyelj, olyan komoly változások nem lennének. Tehát, hogy Attila is továbbra is tudja, mi vagyunk a rocknak a szövegét. Tehát, hogy sokat nem felejt. Én nem akarok a Pataki sorsára jutni, én csak megmutattam nektek ezt a videót. Nem akarom, hogy engem is megpecsételjetek. Na, harapos nő. Mi van?
Ez erős felvezetés. Ez már nem, nagyon nem megy. Vannak napok, amikor nem, amikor valahogy nem akar össze. Engem felspanoltál. Ez megy, ez megy. Így most tetszik, ez a felvezetés, ez így megvan. Jó, hajrá, csináljuk. Na, ennyi, fűzzetek rá. Nem, ugye amerikai világsztárokról akarok megosztani veletek egy hírt, ugye tudjuk, hogy ami Amerikából jön, az nagy divat, mindig előjárnak mindenben. Ha zenéről van szó, filmről van szó, akkor ugye mérföldekkel leköröznek sokszor mindenkit. Holdra szállás, stb. Csipcsup dolgok. Felsorolnak különböző neveket egy cikkben, Rihanna, Eminem, Gwen Stefani és még sokan mások, akik állítólagosan ugyanahhoz az amerikai masszőrnőhöz járnak. És ebben a masszőrnőben van egy dolog, ami megkülönbözteti őt a többi masszőrtől, méghozzá, hogy máshogy masszíroz. Mit tudhat? Meglepődtek a sztárok azon, és ezt le is nyilatkozták, Dr. Dotnak hívják egyébként a masszőrt. Ő egy masszőrnő, aki úgy masszőröz Kaliforniában. Már nem, ez egy, nem egy félrefordítás, a doktor és pont. Nem az mondott vége volt. Dr. Dot. Dr. Dot, Dr. Pont. Pici csak az e-mail címeben mondtam. Igen, Dr. Dot, nem itt kérdeztem. Dr. Dot, szóval így hívják. Mindenki hozzájár most állítólag Hollywoodban, és óriási őrület van körülöttem. Ugyanis egy 48 éves nő, és úgy masszíroz, hogy közben beleharap a kliensek hátába. Tehát elmész hozzá, hogy te megmasszíroztasd saját magad, és egyszer csak lapockán harap a nő. Oh. Ott volt nála már Eminem, mondom, Gwen Stefani, Rihanna, nagyon sokan járnak hozzám, és a nő azt mondja magáról, hogy egyébként Frank Zappának volt először szüksége arra, hogy megharapja, mert Zappa kérte, hogy harapja már meg, legyen szíves, és felajánlott ingyen koncertjegyet a terapeutának. És a nő rájött, hogy ez a harapásos masszázs, ez baromi jól működik, és elkezdte harabdálni a világsztárokat. Tehát elment hozzá Eminem, levetköztette majdnem Messelerre kisgatyába egy jó masszázs, és egyszer csak lapockán harapta. Szól előre, ez vagy jó. Ez a váratlanság? Hát szerintem azért ezt így tudni lehet. Tehát, hogy valószínűleg ezért is mennek el hozzá. Igen, ezt most már lehet róla tudni. Ő azt mondja, hogy egyébként az anyukája kérte meg először, hogy masszírozza meg, még Frank Zappa előtt, és nem voltak elég erősek a kezei. És akkor az anyukája mondta, hogy nem baj, kislányom, harapj meg. Oh. És a kislány megharapta. És a Zappa is ezt kérte tőle, és rájött, hogy a harapással nagyobb erőt lehet kifejteni, harapdálja a sztárokat. És azoknak az, hogy mi van, ha te úgy mész el hozzá, hogy nem tudod. Hát, azért ez egy érdekes dolog. Hát kiverem a fogát. És egyszer csak belső combból harap. Tehát belső combból harap, mondjuk. Azért ez egy érdekes pillanat. Amikor először megharaphat el, mi nem ettét, tételezzük, hogy mondjuk nem tudott róla. Vagy Rihanna, vagy bárki. Igen, megpróbálsz elernyedni, egy picit átadni magadat az élménynek, egy kicsit relaxálni, így megtalálni így a belső nyugalmat, a békét, és egyszer csak egy irgalmatlan nagyot beleharap a combodba. Hát az kellemetlen. Igen, azt nyilatkozott ezen, hogy több amerikai bulvárlapban, műsorban is megszólalt. Nevek nélkül mondta, hogy van, aki például mellharapást kért tőle. Tehát már híre ment, járnak a sztárok hozzá haraptatni, mert hogy ez mennyire vérbőséget okoz, és milyen jó, és mennyire felfrissülnek tőle. Fáj egy kicsit, de egyébként nagyon frissít. És megkérdezték, hogy ki milyen harapást szeretne, és mondta, hogy vannak olyan sztárok, akik a mellbimbó és a mellharapását részesítették elő. Ezt nem a masszírozás élményért kérném, gondolom. Jól néz ki a masszőrnő? Nem, van róla kép, nem. Igen. De hát figyelj, azért ennek megvannak a maga veszélye, elég, ha csak arra gondolok, hogy mit tudom, például a Feri háta kifakad. Na, egy harapásra. A púpomba. Ne harapja, de már akkor késő. Igen. A nő még nem tud megszólni. Az egy kicsi rágos Na, de eszembe jutott erről egy dolog. Nem harapsz, add már ide a idegeneket. Kezed, hogy milyen. Most meg akarod harapni? Igen, hogy meg elkezdelek masszírozni már... egy kicsit, csak a karodon. Karodon, és egyszer csak megharaplak. És egyszer csak belém harap. Igen, hogy már. Hát harap meg a belső combom itt a lágyék. Jó, feküdj föl a púra. Ne. Kicsit itt masszíroz meg, és harap meg. Dobjunk rá még egy lapot, növeljük a tétet. Na? Téged is megharapjalak? Ja, ne, a világért se keverném bele magamat ebbe a sztoriba. Harapdott csak fel a Balázs. Na, de mi a lap, amit rá akarsz dobni? Figyelj, hát menjél följebb. Azért mondom, hogy itt most voltam ilyen cross-training, és a lágyékon van ez a combizom, ez nagyon meg van húzódva. Tehát ezt ott harapok a legjobban. De eszembe jutott az, hogy milyen pillanatokban vagyunk abban az élethelyzetben, amikor elmész, igénybe veszel bármilyen szolgáltatást, vagy elmész egy orvosi vizsgálatra, egy röntgenfelvételre, egy fogorvosi vizsgálatra, egy masszázsra, és nem teljesen azt kapod, amit kértél, vagy valami teljesen más dolog történik váratlanul.
Számos ilyen példa van, ugye, amikor te tényleg elmész egy fogorvoshoz, amikor elmész röntgenezni, és nem ahhoz a lábadhoz nyúlnak, amikor nem azt kezdi el a doki neked kezelni, vagy megvizsgálni. Tehát olyan élethelyzeteket keresünk, amikor te igénybe vettél valamit, és nem teljesen az volt, amire te számítottál, nem teljesen azt kaptad, amire te vagy befizettél, vagy vártad, vagy elmondták neked, hogy az jó lesz. Hát nekem volt egy ilyen esetem, egészen konkrétan a fogorvosnál történt. Rossz fogadat húzta, jó fogadat húzták ki. Igazából nem volt annyira rossz a fog, ez STK-ról akkor szoktam le ennek az élménynek a hatására, mert hogy az történt, hogy bementem, és nekem ott volt egy orvosom, aki ez évek óta jártam már, és nagyon-nagyon elégedett voltam, mert mindig minden rendben volt, és de egy alkalommal nem volt bent, viszont nem volt helyettesíteni a főorvos úr, és nagyon megörültem neki, mondták, hogy a főorvos úr, hát ő a legnagyobb góriót, mindenhezért. Az főorvos, és persze. Bejött egy ilyen papa, és ezt nem, tényleg nem negatív értelemben mondom, mert csak egy idős fogorvos úr volt. Elkezdte fúrni az egyik ilyen nagy örlömet hátul, amivel probléma volt, és hát furta, és már egy olyan indokolatlan egyenlesz meg, hogy hozzá voltam szokó, hogyha egy pici lyukról van szó, akkor ez pikpak megvan, és már mehet is. Furta. Mondta, hogy öblítsek, oda nyúltam a nyelvemmel, és éreztem, hogy nem az az oldal. Hogy nem, hanem hogy egy picit, mintha kevés maradt volna a fogamból. És kiderült, nem fogjátok elhinni, hogy az utolsó munkanapja volt a főorvos úrnak, pont nyugdíj előtt volt. De mi is bosszú? És egy kicsit az egész sztori olyan volt, hogy na, még utoljára odaengedjük az öreget valakit. Annyira tipikus, hogy te voltál ott. Szétfaragta itt hátul a fogamat, mind a mai napig gyakorlatilag ilyen íny magasságban van a fogam ezért. És ezért eszel csak pépeset mindig? Igen, az egész fog gyakorlatilag egy hatalmas tömés, mert hogy nem marad belőle jóformán semmi. A papa az egészet úgy, ahogy van, elfúrta. De én nem volt indokolt? Tehát, hogy annyira rossz állapotban volt és a fog? És nem volt, egyáltalán nem volt, egy pici luk volt. És furta, és szinte már még hallottam, hogy mit tudom én, hogy elköszönnek tőle, megtapsolják, kap egy desszertet, egy csokor virágot, ezt megy haza. Ez volt az utolsó munkanapja, és ezt utána nekem így elmondtam. Mondom, köszönöm szépen. És legyalult a fogam. És legyalult a fogam, hogy akkor az új szintjei. És amikor visszamentél, nem mondta a doki, de rég egy Jézus Isten. De mondta Isten. Ezt, ki járt a maga szájába, János. Jól tudom, akkor a főorvos úr. De jó, hogy nem az első becőfogaidat gyalult el, értem. Kérdez, János, egy kicsit úgy látom, kezdünk el nyúlásodni. Ragadozó fogsorra. Először mélyaltatásban nyúlok hozzá, fogához bealtat, tudod, és 3 órás műtét után fölkelsz. Azóta hidegre, melegre, minden érzékeny, de hogy ez egy 20 éves történet, tehát, hogy azóta kínlodok vele. Igen. Na, ezt írjátok meg nekünk, amikor a fogorvosotok, vagy bejelentkeztetek kozmetikushoz, és egy tetovált pasi várt benneteket, és azt mondta, hogy hello, én vagyok a kozmetikus. Volt ilyen történet egyébként, pont a Wikivel történt meg, hogy elment kozmetikushoz, és egy agyon tetovált pali várta, hogy ő a kozmetikus. Tehát amikor igénybe vettetek tényleg egy bizonyos szolgáltatást, elmentetek valahova, és valahogy nem az lett belőle, amit vártatok, amit kértetek, vagy amit szeretetek volna. Küldjetek az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3-4-9 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy amerikai nőről beszélgettünk, aki harabdálja a világsztárokat. Járnak hozzá nagyon sokan Kaliforniában, Los Angelesben, Gwen Stefani, Eminem, Rihanna, nagyon sokan mennek hozzá. Ő mindenkit megharap, ugyanis ez a specialitása. És arról beszélgettünk, hogy milyen oké, hogy harabdál, de hogy milyen fura lehetett, amikor először úgy mentél el hozzá, hogy nem erre számítottál. És kértük hallgatóinkat, írjatok nekünk olyan SMS-eket, amik ugye arról szólnak, hogy elmentetek valahova igénybe venni egy szolgáltatást, de nem teljesen azt kaptátok, amire számítottatok. Valaki elküldött, hogy menjél, mert jó, vagy vegyél, használj egy kupont, és menjél egy masszörhöz, mert ez a kuponos masszázs olyan, hogy megőrülsz, és aztán egészen más történt. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Anca vagyok, sziasztok! Anca, na, szia. Mi történt? Nagyon kedves barátnőmtől kaptam karácsonyra egy kupont. Na, a kupon, nagyon sok kuponos történet jön. Igen, hogy egy kozmetikus, nem amilyen kaviáros, nagyon ilyen minőségi kis arcpakolást fogok kapni. Na, és nagy nehezen a belvárosban megtaláltam egy ilyen pici ajtó, át kellett menni egy kis stúdión, és egy galéria szobába kellett fölmenni. Ott várt egy körülbelül 90 és a halál közötti mami. Ne! Mint kozmetikus. Ne. De várj, te úgy ment, hogy egy aranykaviáros, nem tudom milyen, brutál masszázs, és hogy hihetetlen jó lesz. Tehát a barátom tudja, hogy nagyon szeretem az ilyen dolgokat. Abszolút szeretett volna ezzel így örömet szeretni, úgyhogy ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy akkor gyakorlatilag így
karácsony után pár héttel is mentem, tehát tél volt, tehát nagy kabát, meg minden. Úgyhogy beléptem abba a csöpfüllet ilyen galériaszobában, ahol nyilván se egy fogas semmi. Na mindegy, nagy nehezen letettem a kis székre a kabátomat, és hát akkor így a nő megnézte a papíromat, és akkor így, aha, kaviáros, jó. És fogott egy ilyen teljesen fehér tégelyt, amiben nyilván volt valami, azt így mondta, feküdjek le, rám kente. Ezzel nem is lett volna nagyon bajom, úgy semmit nem csinált se egy masszírozás, semmit, csak így rám kente. És elkezdtek ugye jönni hát így gondolom egy időpontra hívott még vagy négy-öt ember. És a pici kis galéria szobába bejöttek oda öten? Igen, körülbelül. Akkor néhányan doporogtak, néhánynak mondta, hogy na üljön le. Akkor volt, akinek elkezdte gyantázni az intim, tehát intim gyantázni. Nem mondod. Tehát öten voltatok egy kis szobában, te feküdtél egy ilyen kamukaviáros öntéssel a fejre, miközben valakinek fazongyantát csinált a néni 90 évesen? Oda kell menni, imádom. Volt még egy kis fekvőrész, akkor ott meg egy másik hölgynek megágasztott ilyen kis. Hát valami vibráló valamit a fenekére, tehát az a nő is levetkőzött. Ó, Istenem, hát én elmezik a karriájákra, ahol egy fazongyanta, egy fenékmasszáz, egy kaviáros nő fekszik hátul. Igen. És akkor még vagy ketten-hárman meg ott álltak és vártak, nyilván ők is a sorukra, hogy majd... Toporogtak téli kabátban. És a mami teljes komótosan és teljes nyugalomban. A galéria ráadásul nem volt, hogy nyitott volt, tehát feljöttél egy lépcsőn, de a lenti rész, aki lent volt, aki ilyen azt hiszem fodrács, az is föllátott. Tehát gyakorlatilag semmifajta intimitás. És a fazonyan, tehát hogy csinálta? Ügyes volt legalább? Miközben ott kaviáros arccal feküdtél, nem? Mert igazából úgy voltam vele, hogy azért annyira én nem vagyok bunkó, hogy teljesen belenézek valaki az intim gyantájába, de gyakorlatilag nem azért volt. Azért oda-oda sandít. Ma már nagyon jó lehet. Dörgött a bizony. Még hatan vártak az előszobába. Igen, kiszemüleg itt is szóletolta. Volt rajta nyilván egy ilyen, nem tudom, 6 kiló rúzs, tehát hogy látszott, hogy ő azért valami fajta szépségiparhoz köze van, de amúgy semmi több. A jó kis kuponos masszázs, ugye? A kuponos kozmetikus, igen. Ancsa, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szépen. Reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Na, te hova mentél, vagy mit gondoltál arról a szolgáltatásról, hogy mi lesz? Hát én a 15 éves voltam, amikor az első nyári munkából úgy gondoltam, hogy elmegy kozmetikushoz, és megigazítom a szemöldökömet, hogy szép legyen. Jó, és akkor volt még így divatban, hogy fogta, legyantázta az egészet, és megfestette. Ezzel a tartósabb festéke 3 hónapig gyönyörű volt, de hát azóta sem nőtt ki a szemöldököm. Nem mondod komolyan. De komolyan. Van 3-4 szál, de szó szerint. Aha. Tehát úgy gyantázta le, hogy azóta sem nőtt ki. Egy kis igazításra mentél. Igen. És most igen. Akkor ilyen tetovált szemöldököd van? Vagy, nem, ceruzával. Tehát végül is abban az időben még egész jól is jött, mert valamikor lila volt, valamikor zöld. Aha. És most akkor minden reggel megrajzolod a szemöldöködet? Igen. Tehát 25 éve emberünk minden nap eszedbe jut akkor tulajdonképpen, nem? Igen. Te súlyos. Atyaisten. És bármilyen más testrészen történt volna, akkor még örülnél is neki, hogy nem kell újra gyantáztatni. Igen. Atyaisten. És ő róla kiderült aztán később, hogy valóban kozmetikus volt-e, vagy hogy mit rontott? Igen. Hát végül sem rontott ez semmit. Csak nem nőtt újra. Igen. Ha csináltunk valamit, azt rendesen megcsináljuk, nem úgy van, hogy visszanövögetünk. Gondolom, mit gondolt egyébként, hogy igazításra mész és legyantázza. És az, ami full kopaszon, úgyhogy nincs szemöldököd. Úristen. Köszi, hogy elmondtad. Köszi. Ciao. Hello. Itt van még egy hallgatónk. Hello, Petra, jó reggel. Ciao. Sziasztok, Petra vagyok. Hello, te térműtétre mentél volna, ugye? Igen, vagy hát oda indultál? Igen, én Debrecenbe indultam térműtétre, és én voltam pont az első, akik műtettek, és nagyon-nagyon izgultam, amikor bejött hozzám egy nővérke, és rajzolt egy nagy fekete alkoholos kész a lábomra egy nagyon nagy X-et, és kérdeztem, hogy ez miért szükséges, és mondta egyet, hogy ne tévesszék el, hogy melyik kérdemet fogják műteni. Jézusom, tehát oda ment, feküdtél az ágyon, és X-et rajzolt a lábadra. Igen. De a jó lábadra? Hát hál' Istennek a jó lábomra, de nagyon izgultam altatás előtt, hogy vajon melyik lábamat fogják műteni. Atyaisten. Fekete X-es. Most az X marad, vagy az X-et kell műteni? Igen. Azt szerintem azt kell műteni. Várj, és ott kell műteni, ahol az X van? Vagy... De jó, hát és erre, aztán jól műtetes. Azért már nem figyeltek, igen, a combomra egy hatalmas X-et, hogy biztos eltalálják. Aha. De aztán de jót műtöttek ráadásul. Igen, hál' Istennek jót műtöttek, és jól is sikerült. Figyelj, gondold el, hogy jártál volna akkor, hogyha mondjuk azt írja föl, hogy bal jobb.
Igen. Igen. Már kezdtek volna aggódni. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm. Hello, hello. Kozmetikushoz mentem egy kicsit fogatlan, és mint menet közben kiderült, ex-BKV ellenőr fogadott. Intim gyantára mentem ugyan, de mikor felszólított, hogy forduljak a hasamra, és íziben húzzam szét a fenekem, inkább mutattam volna a bérletet. Feleségem haja lapockáig ért. A fodrásztól kis igazítást kért, az eredmény az lett, hogy hátul úgy felnyírta haját a fodrász, hogy még a fejbőre is látszott. Gyuri küldte nekünk. Egy lapockáig érő hajat felnyírni azért az nagyon szép. Nekem anyukám a szájsebész helyett a nőgyógyász számát adta meg, ahova be is jelentkeztem, elég meglepő volt a rendelő sok terhes nővel, akkor már gyanakodtam, hogy rossz helyen vagyok. 3 év az első szabadságomra, az első gyermek születése után karriajándék gyanánt kaptam a férjemtől egy masszázs kupont, úgy vártam, mint a messiást. Igor várt, az ukrán vízilabdás, aki mellesleg masszőr, 10 perc után könyörögtem az életemért, közben mesélt az ukrán örömlányok futtatásával kapcsolatos tudnivalókról. Júj, de gyönyörű. Júj, de gyönyörű. 30 éve hosszú hajam van, ezért soha nem járok fodrászhoz. A húgom esküvőjére gondoltam, hogy úgy, hogy feltüzetem. A csaj feltekerte csavarokkal, azt szárította, tupírozta, aztán miután nem boldogult vele, az egészet összefogta egy csattal lófarokba. Mondta, hogy mennyibe kerül, és hozzátette, hogy a csattokat ráér hétfőn visszavinni. Otthoni hajmosás lett a vége, fodrászhoz pedig azóta sem mentem, ezt Erika küldte nekünk. Pécset történt, elmentem fogorvoshoz felülvizsgálatra, elzsibasztott, és szépen sorban szedegette ki a felső metszőfogaimat. Kérdeztem, mit csinál ember, mondja, hogy ezt már ideje lecserélni. Mondtam, hogy összesen 90 ezer van nálam, erre azt mondta, hogy jó lesz az első részletnek. Nem már. Minőségi munkát meg kell fizetni. Az nagyon szép. 3 hónapja vettem egy kuponos arckezelést. A gyerekek, ezt a kupon témát, ezt külön meg kell csinálni. Tehát ez, ugye? Ezt én nem sose kuponoztam, de érzem, hogy ez csodákat rejt. Pulcos szállodában a Deák tér környékén egy idősebb nő volt a kozmetikus, örültem, hogy biztos tapasztalt, és nem gyötör meg. Enyhe kifejezés, hogy rommá nyomta a fejem, amíg száradt a krémom az arcomon, telefonozott. Semmit nem mondott, hogy milyen bőrtípus vagyok, mit kell az arcomra. A kezelés után úgy néztem ki, mint egy bárányhimlős, mert annyira szétnyomkodta a fejem. Erre azt mondta, hogy nagyon jó, hogy így nézek ki, mert ez azt jelenti, hogy védekezik a bőröm, és jó az immunrendszerem. 3 héttel később is sebes volt az arcom. És megvan a magyarázat, de jó. Írtam a kuponos oldalra, hogy vizsgálják ki az ügyet. Soha többé kuponos akció. Jó, van már egy következő témánk. Ez ja, a kupon, ezt meg kell csinálni, igen. Azt mondja, hogy kértem egy giroszt az új giroszosnál, a barátom kérdezi, mehet bele minden, természetesen mondtam gyanútlanul, a majonézes cékla után leállítottam. Ugye, hogy ezért itt vannak problémák. Igen. Azt mondja, én a kozmetikusnál kaptam bajuszgyant, a helyett teljes bőrleszedést, a pár szál szőr helyett 2 hétig az Eleven hús virított. Jött ez is SMS-ben. Múltkor elmentem egy sminktetováló tanfolyamra, egy régi pesti épületbe kellett menni, mikor ajtót nyitott egy bozontos vöröshajú srác, akinek a két szép szeme egymást nézte, és susogos fehér gatyában, illetve papucsban csoszogott, ahonnan a félsarka lelógott, már éreztem, hogy valami nem stimmel. Sminktetováló tanfolyam, azért ez gyönyörű. Adtam egy esélyt, neki beültem, éreztem az épület dohos szagát, és nem úgy éreztem, mintha ez egy komoly kozmetika lenne. Egy hölgy várt mellettem borzalmas tetovált szemöldökkel, megérkezett az oktatóm, aki lehűlve nézett, hogy tuti nem mára vagyok beírva, erre megmutattam neki az e-mailt, dünnyögés, majd mondta, micsoda, jól van, be tudja szorítani a sminktetováló oktatást. Itt jött a bevált szöveg, ki kell mennem telefonálni. Ennyire még nem rohantam a metróhoz, ezt nem értem. Miről szól ez? Hát, hogy sokan voltak, és akkor ott nem akarta őt oktatni, de aztán mondta, hogy jó, hát ha már itt vagyok, akkor gyorsan megtanítalak, gondolom én valami ilyesmi érte, ja. És akkor lelépett szegény. Na, úgy megszenvedtem ezzel az SMS-en. Hosszú volt, sokat írt. Hát te legalább megértem. Igen, legalább jót nevettünk mindannyian. Na, azt mondja, ez én masszőröm már 2 évvel ezelőtt tudta, hogy a harabdálos masszázs lesz a divat, egy kezelés közben a fenekembe harapott. Amit azzal indukolt, hogy bocsi, de ezt nem tudtam meg. Na, jobb. Nem, már. Azért. Hát ez egy közeledés. Igen, gondolom, utána felajánlotta, hogyha gondolom a fizetést megbeszélhetjük. Soha nem mentem hozzá, írta Erik. Ka. Én az albetűt nem látom. Nekem Erik van, Erik. Kisebb a laptopon. Nem, Erik. Ott van egy albetű. Ott van egy albetű. Én Eriknek olvasom. Mert ha még női masszor harapott volna Erik fenekébe, vagy mondjuk a férfi masszor Erik feneke, az még durva. De így is az elég meredek. Erika. Azt mondja, hogy...
Micsoda. Egy barátom feleségének a bal szemét a jobbat műtötték meg. Volt nagy meglepetés, amikor felébredt. Én ezekben nem hiszek. Nem hiszelték be. Fekete fényszer, be kellett volna azt is x-elni. Én ezekben nem hiszek. Ugye, hogy jobb hájog nélkül? Hogy? Én nem látok. Nem. Van ilyen? Nem. Szerintem ez csupi van ilyen. Hát most, ha az x-elős jobb lábat azt mondjuk, hogy van, akkor miért a jobb szemet is lehet? Egyébként simán nem. Lehet, igen. Elsőnek mentem a tetováláshoz, előtte csak telefonon egyeztettünk, képet küldtem, mikor bemutatkozott, nem kicsit keretbe állt szemmel. Így járóan, úristen. Na jó, oké, hát köszönjük az SMS-eket, ugye. Érdekes, igen, amikor az ember befizet egy szolgáltatásra, és nem teljesen azt kapja, de a kupon témát tegyük el. Ja. Én nem vagyok nagy utána. Kuponos, ebbe ekkora csodák vannak? Tehát, persze, hát igen, óriási divatja van a kuponozásnak. De van a konkrét oldal, amikor felmész, és ezerféle szolgáltatást találsz, mindenféle kedvezményekkel. Most abban nem menjünk bele, hogy most valójában ezekben mennyi a kedvezmény, de tényleg nagyon nagy divatja van. Imádják az emberek. Ugye nem tudod követni, mert nem közvetlenül attól veszed meg a kupont se, aki a szolgáltatást nyújtja. Mert egyébként bemész egy szalomba, akkor ott látod, hogy körülbelül hogy dolgoznak. És ugye, és most már az van, hogy vannak a kuponos oldalak, te megrendeled a netről, de te soha életedben nem voltál ott, tehát nem tudod, hogy mi fog várni. Úgyhogy lehet benne nézegetni. Van benne szépség, igen. Sztori. Tesóm elment csontkovásod, az első terpesznél a gatyarec, úgy lenyomta a mester, hogy derékszögben terpezben lyukas gatyával várta a mentőket. Jó sikerül. Fú, azért gyerekek, igen, a csontkovácsok is mennyi kárt okoznak, tehát ott is nagyon kell vigyázni, hogy kihez mész. Mert azért ott nagyon sok a dilettáns, aki csontkovácsnak rombja magát. Elvégzett egy ilyen három hónapos, nem tudom, reflexológia tanfolyamot, és egy életre. És hát igen, és ki van rakva a falra, hogy három hónapos tanfolyam, minősítés, megfelelt. És bemész hozzá, hogy akkor feküdjön föl. Akkor feküdjön föl. Na jól van, gyorsan megmutatjuk, mi a beugró a hármas ugrásra, aztán pedig gólöröm játékunkra fordulunk rá, hát ezt mi nagyon várjuk. Na, egyszerre félünk is tőle, igen, egyszerre várjuk, igen, is, de én most már szeretném, ha kitartanánk már, az irány mellett. Amit már kezdett folyni a víz a hátamon. Holnap legyen egy jó, ma még tegyük oda. Jó, ide várom. Szóval jön a kérdés pillanatokon belül, de előtte megmutatjuk, mi a beugró a hármas ugrásra, figyeljetek. Atya Isten, hát ezt még egyszer. Kicsit durvább, kicsit gyorsabb. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, jó? Küldjetek el nekünk, hogy mit hallottunk, ha játszanátok hármas ugrást. Mi a kérdés, Jánsoá? A gólöröm játékunkhoz mi a beugró? Messo. Elsősorban Sisso. Barcelona. Barcelona rajongóknak a figyelmét kérjük most, és ők is írjanak, ha lehet. Hányas Neymar messzáma a Barcelonában? Messzáma. Neymar és Messo. Drága hallgatók, tehát Neymarnak a messzámát keresi, küldjetek el nekünk. Tényleg azok jelentkezenek, akik szívesen jönnének körünk Barcelonában. Még egyszer hangsúlyozunk, azok jelentkezenek, akik jó szakkommentátori kvalitásokkal vannak megállva, vagy legalábbis úgy gondolják. Laikusok, idegesek, izgulók, reáldrukkerek, kimélyenek, vagy tartsák nagyon nagy titokban, hogy ők reáldrukkerek. Kiviszünk mi egy reáldrukkert is, nincs azzal baj. Nem zavar minket, hogyha szívetek csúszik a Bayer Leverkusen, de hogy nem olygátok el, léci. És a játék neve gólöröm. Öröm. Gólöröm. És ebben sem ironia nincs. Azok jelentkezőnek, akik képesek erre. Tegnap előbb kevésbé voltunk szerencsések a választáson. Megmutattunk egy irányt, nem a helyeset. Igen. Még 9 után megmutatjuk, ha valaki nem hallotta volna a tegnapi játékot. Folytatódik a sportreporter, kereskedik itt a Morning Show-ban. Írjátok meg a jó megoldást, aztán jövünk a játékkal a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Jön-e messzó? Így van, hát tegnap. Mutatjuk a tegnapit, ha valaki nem hallotta volna, mindjárt. Imádjuk, szeretjük. Ági volt a tegnapi gólöröm játékosunk, és hát szóval igen. Nekünk más volt a fejünkben, hogy más szeretnénk hallani, meglepett bennünket, de nekem a könnyen folyt, úgy nevettem. Az ellenkező irányba induljatok el, jó? Tehát, hogy ez egy olyan alap, amihez tudtok viszonyítani, de ne ez legyen az irány. Használjátok ezt ugródeszkának. Igen. Mátraverebély és Tart között a 21-es számú főút, a
Nagybáton felől érkezőkről. Drága fotók készülnek, vigyázzatok. M5-ös Szeged felé 45-ös kilométernél mérnek Kamesz küldte nekünk. Árpádit Budáról Pest irányában teljesen elesett, ezért a Szentendrei úton kilométeres dugó a híd irányában. Vigyázzatok. Mi van a 11-esen, vagy az Árpád hídon? Hát itt van. Azok egyébként, ugye hát a Budáról Pestre esett az Árpád híd. És emiatt dugul vissza minden. Trafi az M7-es 145-ös kilométereinél Nagy Kanizsa felé, valamint a Mária Remetei úton is van egy baleset, busz és kukásautó frontálisan ütközött, ott is hatalmas dugóra kell számítani. Na, egy kicsit csak beszéljünk a nyereményről, mielőtt visszahívunk valakit. Ugye októberben megyünk egy Barca meccsre, méghozzá a Bekónak a páholyába. Ami hát egy nagy dolog tényleg, tehát nem is valahol föl a kakasülőre. És hát 80-90 ezer emberrel együtt lehet majd végignézni egy Barca meccset. Ez egy óriási sportélmény, aki volt hasonlón, tudja, hogy nem kell igazán szeretni, még csak a Barcát sem, vagy a futballt sem, egyszerűen olyan, ez egy kitörölhetetlen élmény lesz, amikor hallott, hogy 90 ezer ember egyszerre, hogy énekel, és milyen hangulat van, aki volt hasonlón, tudja, hogy fantasztikus. Fantasztikus. Szóval, hogy tényleg én sem voltam nagy rárajongó, de ez egy olyan élmény, amit nem tudsz elfelejteni. De ez a Barca, miért lenni rá? Feri. Hogy? Értem, igen. Nem erősséged a humor, ne erőltesd. Szóval, hogy igen, azt akartam csak mondani, hogy nem kell mindenkinek Barca rajongónak, vagy Real rajongónak, vagy futball rajongónak lenni. Tehát olyanok is játszhatnak, mert itt több SMS jött, hogy játszhatnak-e olyanok is, akik egyébként nem futball rajongók. Persze, tehát a Jani elmondta, hogy Barca rajongók legyenek, de elsősorban igen. Azért, hogy a játékosokat ismeritek, vagy ismerjétek. Meg hogy ne húzzátok ki a gyufát. De ha valaki... A Barca rajongóknál természetesen. Na, igen, de hogyha valaki nem szereti a Barca, nyugodtan jelentkezze a játékra. A lényeg, igen, hogy meg tudjon nevezni néhány Barca rajongó, vagy Barca játékost. Ez fontos. Tehát ne úgy, ahogy a tegnapi játékosunk. Az egy alternatív közvetítés volt. Figyeljetek, tehát azzal látnotok, óvatosan. Látnotok kellene az SMS falunkat. Több ezer olyan SMS jön, amiben emberek azt állítja magukra, és mi is készséggel el is hiszük, hogy ők a világ legnagyobb Barca rajongói. Tehát hogy most egy basszus, tehát hogy mindenki ott szeretne lenni, mindenki meg akarja nyerni ezt a lehetőséget, mindenki játszani akar, mert azt gondolják, hogy ez egy életre szóló élmény lehet. És annak, aki ott lesz, az is lesz. Ezt mi úgy láthatatlanul garantálni tudjuk, hogy mi magunk se voltunk még. Igen. A Nukámba. Ugye azért azt mondjuk el, hogy a hallgatók szavaznak arról, hogy ki volt a legjobb. Facebookon, igen, pénteken. Tehát bárhogy dönthetnek. Aha. Ha értitek, mire gondolok. Aha, tehát ez rajtuk múlik. Mi reméljük, hogy a hallgatók értik a humor, de azért egy olyan valakit küldenek majd el, aki tényleg megérdemli. Mindenki fekete listára teszek. Bezárjuk a Facebook oldalunkat, én nem lehet többet szavazni. Igen. Tehát elvileg Áginak is megvan az esélye, hogy jöjjön velünk. Mondjuk akkor én kocsival megyek. Na, jó. De... ő is jöhet. Előre mondom azoknak a kedves szavazóknak, hogy neki lehetővé teszik az utat, hogy a büdös életbe egy félbeszakított zsírpecsétes autogramkártyát sem fogtok kapni. Értjük a humor, de egy bizonyos szinten túl nem szeretjük, ha értitek, hogy mire gondolunk. Na jó, hívjuk akkor a szerda játékosunkat. Megvan? Hát, ne vegyétek el. Bökj rá. Én amellett, hogy csak bocsánat, hogy a közbeszólaltok, bár tudom, hogy már válaszolt, hogy nem kell, hogy meggyőzzön bennünket SMS-ben. Tehát ha valaki elküldte, hogy 11, akkor egy ilyet is fölhívhatunk, mert eddig kétszer-kettőször ráfutottunk, hogy engem hívjatok, úgy kommentálok, mint Szepesi gyerek. Tehát az is jó, ha valaki annyit ír, hogy 11. Igen. Nem kell, hogy meggyőzzön bennünket SMS-ben. Ifjabb Gundi vagyok, meg a kisknézi vagyok. Tehát semmi. Na, meghallgatjuk. Igen. Jó, én vagyok. Sziasztok, Pocsi Áron vagyok. Sziasztok. Jó, kezdődik. Tudtad, hogy mi vagyunk? Hello, Áron. Hát, vagy 60-szor küldtem el körülbelül. Tényleg? És remélkedtem, hogy hátha. Igen. Mit küldtél 60-szorra? Jó megoldás? Hát, a jó megoldás az SMS, igen. Mi volt a jó megoldás? Már én is elmondtam. A 11-es. A 11, így van. Így van. Messzó száma. Neymar száma. Na, hogy állsz a futballal? Hát én nagyon szerettem, én fociztam is éveken keresztül. Sajnos sérülések miatt ez abban maradt, de most átálltam úgymond a rossz oldalra, mert játékvezetek. Hát az egy érdekes része a dolognak, de hát nézem folyamatosan, tegnap is. Egyszerűen, tehát nincsen kedvenc csapatom, úgy kimondottan, megmondom őszintén, hogy csak a Barca. Uh-huh. Én a jó focit szeretem, úgyhogy...
Hát ez, örülsz, jól van. Voltál már egyébként a Solom? Hát nem, sosem. Hát Divos Gyermeccsen voltam. Rengeteg szerelem is volt, vagyok. Hasonló, hasonló. Hát volt, igen, főleg régebben, ugye, amikor még a Nyíregyházával nagy városok voltak. De jó, Nyíregyház a Divos Győr. Idegenben, itt van mindenhol. Magyar viszonylatban ezek óriási meccsek. Hát a óriási élmény volt, persze az is. Csak pont most volt egy barátom, hát 3 héttel ezelőtt volt a Barcelona Atletico Madrid BL mérkőzés, és mesélt, meg küldött képeket, videókat, és hát megfogadtam, hogy én is eljutok, és fú. Na, hát akkor most itt a lehetőség. Ugye igen. Nem mi döntünk erről, hanem a hallgatók, igen, a lehetőség, az megvan. Ugye, amiről a játék szól, ahogy gólörömet kell nekünk produkálni. Méghozzá úgy, hogy kapsz egy atmoszférát, mint a meccsen lennél, és sportkommentátor lennél, és a végén ugye hát kapuba kell jutatni a labdát, te pedig leközvetíted. Mindezt lehetőleg Barca játékosokkal. Ha már Barca meccsre megyünk. Persze, jó? Igen, nem baj. Nem annyit mondhatnék előtte, hogy én már így gondolkoztam ezen, mert fú, még ezt is álmodtam, hogy felhívtatok, esküszöm nektek. Ezzel álmodtál? Ezzel erre vagyok rápörögve nagyon, mert a hétfő kedről lemaradtam sajnos, és már múlt hét óta ugye benne van a reklámblokkba, hogy lesz ez a játék, és már azóta ezen pörgök, és sajnos a hétfő ked lemaradt, úgyhogy most ugye már csak 3 napon maradt. És az álmodban milyen voltál? Jó voltál? Hát jó voltam, igen. Igen, mondhatni, csak akkor úgy, hogy már kitaláltam azt is, mert képzelj, nem tudom, mennyire követitek, vagy hát így tudom, hogy annyira nem vagytok benne, de most ugye az angol bajnokságban a Leicester City lett a bajnok. Jó, hát ennyire talán ezt azért tudjuk. Csak, tudom, csak tehát annyira a sztori, hogy 2013-ban volt az angol kupa döntő, az FA kupa döntő, és az elődöntőben a Watforddal játszott a Leicester City, és ők álltak tovább jutásra, és a 96. percre kaptak még egy büntetőt. Tehát biztos továbbjutó lettek volna, már ugye egy perc volt a mérkőzésből, ha berúgják, és kihagyták a büntetőt, és a kontratámadásból pedig a Watford rúgott gólt a 96. percre, és ezzel ők jutottak be az FA kupa döntőjébe, és most 3 évvel később pedig angol bajnok lett a Leicester, úgyhogy a most becsele. Egy ilyen hát mindjárt leteszem a hajam. Ez majd rájönni. Jó, ez körülbelül olyan lett, mint amikor én teniszről beszélek. Tehát ez ennyire durva, akkor én ezért fogtam vissza. Mert hogy ha meg valaki nem hallgat focit, igen, vagy nem nézi, akkor ez annak jó, mindig rájöttem, aki benne van. Tehát a futball szeretőként, de futballról beszélsz, akkor ez úgy jó, ha van egy futball szerető közönség, aki hallgat. Tehát a fiúk ezért szenvednek, szegények, ennyire. Minden egyes tenisz mondatnál, mert hogy nincsenek benne, persze, én meg azt hiszem, de hát már rájöttem, hogy nem szabad. Fonákok tenyeresek, igen, más világ. Erről jut eszébe Balázsnak egy Iván Lendlernek igen. Amikor 92-ben Sampras és Agassi melegítette a US Open döntőre, és megjelent McEnroe. Na, és kihívta őket egy rövidítésre. Oké, okay. Na jó, kezdjük el. Jó, és akkor csak arra felmondom, hogy most a spanyol bajnokság nagyon szoros. És forrós. Ne. Most már koncentráljunk a közvetítésre. Arra, és most és büntető lesz Real Madrid, vagy Barcelona Real Madridet, és a Realnak van büntető döntetlenül a 95. perc. Ja, hogy most kezded már felvezetni, hogy honnan, hol. Igen. Csak hogy tudjátok, hogy honnan kell követni engem, hogy ne. Tehát akkor van egy Real Barca, vagy egy Barca Real? Barca Real, és a Realnak van büntető 95. perc, 0-0, ezzel a Real nyeri meg a bajnokságot, ennyi marad. Vagy belövik, viszont hogyha a Barca nyerne, akkor ugye a Barca nyeri a bajnokságot, és akkor... Ki rúgja a büntetőt? A Real Madrid, itt ez azt a pikantéria, és Ronaldo, erre gondoltam. Természetesen, igen. Ronaldo, tehát kicsit oda is szúrsz a Real Madridnak ezzel. Igen. Hát tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Hogyha berúgja, akkor a Real a bajnok. Oké, okay. Azért egy meccs atmoszférát tegyünk alád? Hát jó lenne, persze, azt köszönöm. Teszünk alád, jó? Mindjárt, ha megtalálom. Itt van, figyelj! Na, figyelj! Mehetünk? Oké, okay, várjál! Jaj, akartam kérdezni, hogy meg akarod-e hallgatni a tegnapi tágit, de... Igen, most hallottam, hogy 3-6, óriási volt. Igen, nagyon. Jó, oké. Okay. Na, figyelj! Te vagy. Mehet. A 95. percben járunk. Ronaldo végzi el a büntetőt. Ha most ez bemegy, eldöntheti a bajnoki cím sorsát. Pedro Ortegia belefúj a sípjába, Ronaldo neki fut és kiadja! De óriási védésre van ezek jelenleg, és a kipattaló Piki elé kerül. Piki tovább teszi, de elveszek be. A kérdő szét egy tovább Messi. Messi sebességet vált, és megindul a pálya szélén. Szóret kéri, és kapja, és a labdát, de teszi vissza egyben Messinek. 3 védő, 3 támadó. Messi vezeti rá a labdát, rá osztva. Kusvitára a kaputól Messi jönnek még kettes, és segíteni. Befelé csak az ötik elő! Mi csodok le! A 96. percben
megszerződhetést a Barca, és ezzel mennyire a bajnokságot, hogy a Szedru Ortegi elfújja a mérkőzést. A Real játékosok a földön fekszenek, a Ronaldo halósága az okok, nem akarja elhinni, mi történt. Na micsoda mérkőzés, elképesztő izgalma. Na, végre valaki. Végre is, ugye fordítás igen. Benne, de jó volt. Igen. Igen, mutatjuk a tegnapot. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Risztónak, Risztó visszapassza Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Risztó elé kezdően lehagadza bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Gól! Csak hogy legyen mi ez? Csak hogy legyen mihez viszonyítani. A gól öröm itt is, ott is jó, de egy picit más előadás. A jövő hétre az összes versenyző anyagból kell készítenünk egy mixet. Abszolút, igen. Áron, ügyes voltál. Jó voltál. Jó volt. Köszönöm, köszönöm. És hogy ezzel ilyen finoman szúrtál oda a Reálnak, az meg aztán pláne tetszett, hogy fel van építve. Tehát a reálosok most eszik a kefét. Miket mondanak most neked? Lehet, hogy buktam néhány szavazatot. Az biztos. Az biztos. Nincsenek. Ezt látom az SMS falon. Igen, pont a Reál ellen Ronaldo kihagyja a 11-est. Kontratámadás. 96. perc. Így megalázni a Real Madridot azért ott nagyon szép. Nem szeretnélek, ha komoly Real Drucker lennék, és nem csak ilyen hobbi Real Drucker, amilyen vagyok. Na jól van. Oké, figyelj, hát van még két ellenfeled holnap után. És aztán meglátjuk, hogy ők milyenek lesznek. Egyelőre azt gondolom, hogy bár nem volt túl magasan a léc, de ezt most megugrottad, sikerült megugrani. Na, mi erre gondoltunk, amikor ezt a játékot kitaláltuk. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a végeredmény. Jó? Hát nagyon remélem. Tök jó volt. Nagyon korrekt volt. Igen. Elvesztetted ugyan a Reál szavazók nagy részét, akik pénteken majd szavaznak rád. Ők mind Ágit akarják majd kiküldeni velünk, de szólját sok Barca rajongónak, hogy szavazzanak rád. Jó, mindenféleképpen. És nagyon köszönöm, hogy hívtatok. Köszi, pénteken, ha nyersz, akkor beszélünk. Jó, vagy hétfőn? Nagyon remélem. További szép napot. Megérdemelnéd. Ciao, köszönjük. Szia. Hello, srácok, nincs esélyetek, a keddet fogjuk beszavazni. Ezután. Én akkor kocsival megyek, az biztos. Átcsekoltatom magam egy másik állatra. Kicsit kezd az arcotokra fajni a mosoly. Én ismerem a Facebookozóinkat. Nekem a tegnapi jobban tetszett. Akkor érjük, ó. Én vonatozni fogok, és egész nap városnézés, nem megyek a meccsre. Igen. Janika, menj jó, vaníliás tudót csináltam a meccsen. Átjössz hozzám a szobába. Az előbb még itt voltál. Ági néni, vegyél rá azt a reálos sállat, mert nagyon nagy balhé lesz. Így nem mehetünk be a nókam, majd reálos sállat. Atya Isten, merre van a pályamadáskám? Már úgy izgulok, hol van messzó? Lewandowski. Nem, az Bayern mama. Nem. Mi van, ha Barcelonába együtt indulunk el vele, és valahol elhagyjuk? Már a Pesti rendtére. Ha megszavazzák, hallgatunk, úgy megyünk ki, hogy elindulunk a meccsre, de felszívódunk. és az F bejáraton megyünk be. Jó, egyelőre még ne menjünk ennyire előre. Így van. Nálam Áron vezet. Ha értitek, mire gondolok. Értjük. Drága hallgatók, egy bizonyos szintig kell csak humorizálni ezzel. Facebookot tudsz hackelni? Igen, szóljunk már Zuckerbergnek, nagyon nagy balhé lesz. Na, szóval, hogy pénteken kell majd szavazni. Jó, azért nem tesszük most föl egyenként a jelölteket, ezt is többen kérdeztétek, mert nyilván a hétfőre, már egészen csütörtökig szavazhatnátok, tehát egyszerre tesszük föl majd az összes jelöltet. És akkor onnantól kezdve lehet lájkolni őket. Jó, ez úgy igazságos. Így jó? Aznap mindenkinek megadjuk az esélyt, jó? De moderáljuk az oldalt. De valamit addig kitalál. Na jó van. Oké, a hétfőit nem játszatok be, pénteken megmutatjuk a hétfőit is. Igen. Jó, pénteken az összeset újra megmutatjuk, csak mielőtt szavaznátok. Az nem volt erős a hétfő. Ilyenek az SMS-ek. Hajrá! Na, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is onnan hallgatom. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zsuzsi, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Zsuzsi, szia. Honnan hívtál minket? Miskolcról. Szereted a focit? Amúgy igen. Olyan? Mindig hallgatom ezt a csodajátékot, nagyon jól szórakozom. Ugye, hogy nagyon jó? Milyen drukker vagy?
spanyol. Spanyol. Úgy mindegyik. Jó volt a mai játékosunk, ugye? Nagyon, ő nagyon jó volt végre. És a tegnapi? Sírtam. Ugye, hogy sírós? Vagy ezért, vagy azért. Ugye, hogy én ütöttem az asztalt, azt lehet hallani, hogy mindjárt. Messzó vezeti szízszóra. Jó, mondom, tegnap este még háromszor meghallgattam lefekvésen. Nagyon nagy volt. Annyira. Jaj, már látom a pénteket. Zsuzsi, mivel foglalkozom? Titkárnő vagyok egy ügyvédnél. Titkárnő vagy egy ügyvédnél. Aha. Aha. Ez jó, az jól hangzik. Jól van. Oké, milyenek a kérdések, Kevin? Ja, még a tegnap bőszképes is könnyítettem. Ó, hál' Isten. Akkor azért nem mentünk le teljesen debilbe, nem? Tehát, hogy nem. Nem nincsen mennyi idő, mennyi az idő, hány lába van a széknek, melyik szék, érte? Igen, mindig rájuk, hogy nálad a filmes kérdés, a könnyítés, igen. Na figyeljetek, na, így szól, vagy figyelj. Melyik világhírű színész filmje a Schindler listája, a Mennyei Királyság és az Elrabolva? Liam Neeson. Így van. Így van. Szereted a filmeket? Nagyon. Komolyan? Nagyon bejáró vagyok, tényleg úgy heti két-három alkalommal elmegyek. Na, mit lát, van valami jó, amit most érdemes? Gyerek mellett az ember... Igen? Vadász és Egyéb Királynőt néztem, de azt nem érdemes. Uh-huh. Na, miért pedig olyan látványos a bemutató? Azt hiszem annyi. Vagy annyi van benne, mi? Igen. Igen, csak ennyiből szól, de egyébként nem tudom ajánlani. Jól van, megyünk tovább, figyelj, így szól a második kérdés. Melyik trópusi betegség egyik ellenszere a kinin? Na, nézd a gépet. Pedig. Kinin. Trópusi betegség, kinin, nem annyira nehéz. Lassú az internet? Valamilyen láz, vagy... Nem barkoba. Lesszilapító. Nem. Melyik trópusi betegség egyik ellenszere a kinin? Ez a malária. Jaj, te jó ég, tényleg. Mert az a baj, hogy már annyira a gépre hagyatkoztok, hogy nem is gondolkozik az ember picit. Pedig, aj, annyira izgultam. Igen. Már régóta próbáltam játszani veletek, aha. Na, de kár. Ráadásul bumozni se tudsz, mert hogy ugye hát a második kérdés után pedig... buktad el. De így, ha kinin is nem stresszelsz annyit, így tudtad volna egyébként? Igen. Ugye? Az ember már nem is gondolkozik, hogy üti a gépet. Ez egy baromi egyszerű kérdés volt, persze. János könyörületes volt írás közben. Igen. Ez valóban nem egy nehéz kérdés. Kinin, betegség, enter, és már ki is dobja, hogy a kinint a malária megerőzésére adták. Igen. Na jó, hogy nem nyomott enter, csak beírta. Zsuzsi, ez most nem. Puszilunk. Hát jó, köszönöm, sziasztok. Hello. Köszi, puszi, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:10 van pontosan, többen kérdezitek, hogy mi a helyzet az Árpád hídon, hatalmas a dugó a budai oldalon, van egy baleset Pest felé, és emiatt dugul egyébként a 10-es út is, és a Szentendrei út is, ha azon átjutottatok, akkor már lehet haladni az Árpád híd közepén Pestre, a Pestre vezető oldalon van egy nagy baleset, és emiatt. A fiú nagyon ügyes volt, gratulálunk, neki kell menni. Az nem feltétlen volt jó, hogy a madridiakat aláztad, ez messze ő a legjobb, egyelőre én rászavazok. Fel a feje, srácok, Barcelona szép város a nénivel is. Sosem szavaztam, de rohadjak meg Ágyra fog. Köszi, Ági van. Jó, azért tényleg, szóval, hogy gondolok, nem akarok senki mellett azért így kampányolni, de gondoljatok bele abba, hogy valaki olyan kezébe tegyük ezt az élményt, tehát értjük a humort, de ritkán szoktunk meneteket megkérni valamire. Nem azért, mert mi elmegyünk bárkivel, tényleg, tehát elszorakozunk mi Ágival is. Ha valaki olyan kezébe tegyétek ezt az élményt, aki azért tényleg odavaló, és tényleg megérdemli, és arccal a pálya felé állna, a barcássállal a nyakába, és érteni, hogy hol van. Igaz, hogy jó, fontos, tehát, hogy lehet humorizálni, nem lehet igen, elvenni, ne vegyétek nem, el ezt a jó, jó közvetítőktől. Léci. Jó, köszönjük. 9:10 pontosan, jövünk mindjárt. Most jönnek az események, azért ti csak kapunk. A Nyíregyházért is írtak, hogy a Diós Győr miatt is a kedve szavaznak. Kösz. Na jó, van, 9:50 pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Hát özöllenek az SMS-ek, hogy... A fenyegetőző SMS-ek. Messzó, csak a kett. Én már csináltatnám a messzós meszt Balázsnak, sziszósat Ferinek, és valaki Jani meg egy najmáros sálat tartatna. Mutassuk meg azért a hétfőt is, ha már ennyit promoztuk a keddet, jó? Mert hogy volt nekünk egy hétfő játékosunk. Igen. Is, még ott sem azt hallottuk, amit szerettünk volna. Többen kérdezitek, hogy milyen volt hétfő, mert hogy hát ez a játék, ez ugye most kezd beindulni, és sokkal lemaradtatok a hétfőről. Hát
nem teljesen úgy sikerült az se, hogy szerettük volna. Mutatjuk, figyeljetek. A labda Suáreznél. Suárez megcsinál egy esernyőtelt. Átadja Messinek. Messi viszi. Elviszi balra Cristiano Ronaldo mellett. Cristiano Ronaldo elhasa. Ramos mellett elviszi Messi. Megcsinál még egyszer. Odaadja a labdát Neymarnak. Neymar viszi. Neymar megcsinál egy cset. Neymar megcsinál még egy bicikli cset. És Neymar bevarja a felső sarokba. A labda kapufáról pattan a gólvonal mögé. És a Real Madrid kapusa csak nézi. És pocsognak a könnyei most már lassan. Kutyák. Na hát ő volt a hétfő. Csak nem erős ő se. Csak kakked. Igen. Jó, de ha miszkedjön, akkor megkérjük, hogy süssön valamit nekünk. Jó, igen. Az útra. Nem beszélünk el a szponzorokkel, még egy személyes páholy. Neki. Csak neki mi? Van keddünk? Nem? Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Rissónak, Rissó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét Messo, és végül Rissó elé kezdve leragadta bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Szerintem Isten ilyen fogunk szórakozni Barcelonában. Gyerekek, a városnézés hopon-hopon fel, azt ajánlom mindenki figyelmével. Szerintem imádni fogjuk. Jani, te előülsz a buszon, majd én szórakoztatok. Nem őszintén mosolyodtok, én imádom. Jani, az már messze volt a pályán, aki kifurtam. 5 év Balázs után én már az ilyen élethelyzeteket keresem. Szerinted én megyek mi? Ágival hopon-hopon-hopon-hoponozni. Nagyon jó, nagy, körbeviszem Barcelonában. Na jó, még azért adjuk meg a lehetőséget, van egy csütörtök és egy péntek napunk, jó? Az a baj, az internet népe az úgy vicces, hogy nekünk ne legyen jó. Én ezt érzem. Igen, mert ők itthon maradnak. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Félre sikerült szolgáltatásokról beszélgettünk. Vártunk a hallgatóinktól olyan SMS-eket, amikor ugye elmentek valahova, de nem azt kapták, amire mentek. Mert hogy van egy amerikai masszőrnő, aki egészen váratlanul elkezdte harabdálni a virágsztárokat masszírozás közben. Először nagyon furán néztek rá, aztán mindenki szereti, azóta Kalifornia leghíresebb masszőrnője lett. És arról beszélgettünk, hogy tényleg milyen az, amikor elmész valahova egy kozmetikai szalomba, egy kozmetikushoz, egy tetováló szalomba, egy fogorvoshoz, és egészen más történik, mint amit neked bepromboztak, vagy mint amire számítottál. Hát szenzációs SMS-eket kaptunk. És napvilágra került néhány UFO-s videó, próbáltam ezt újra megosztani veletek. Hátha kezdtek nekem hinni. Egy UFO-s hírről, ugye az Amazonas mentén, a brazil őserdőkben, illetve egy holdra szállás közben az Apollo 12. Én a kitartásodat becsülöm ebben a témában. Én figyelj, ebben van alázat. Újra és újra, mindig egy picit, igen, lefűzünk, aztán mindig hozol egy újabb és újabb hírt. Hát ez a tényeit nem tudod becsülni, mert azok... Ennyi. Én hozom, én mondom, aztán hisztek, vagy nem, előbb-utóbb úgyis bebizonyosodik, hogy igazunk volt. Ugye egy UFO-s videóról beszélgetünk, ami állítólag az Apollo 12 holdra szállásakor rögzített az egyik, a legénység egyik tagja, hát igazi vagy nem, nyilván mindenkinek a fantáziájára bízunk. Mindenesetre a videó fent van a Facebookon, mi pedig ugye, hát próbáltuk kielemezni, hogy mit láthatunk kisebb-nagyobb sikerrel. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt, szevasztok! Mi újság van, Csabi? Nagyon úgy tűnik, hogy eldönt ez a versenyetek, nem? Úgy érzed? Megtartjátok holnap, meg holnap után? Hogyne, hát mi végigvisszük, persze. Érdekes, mert én mindig mondom nektek, nem tudom, ezt el lehet árulni, hogy amikor van ilyen verseny, akkor azt ne feltétlenül ti döntsétek el, ezt hagyjátok, hogy a hallgatók is szavazzanak. Na, hát egyszer végre megfogadtuk a tanácsot. Kösz, Csabi. Végre valahára bedöltetek nekem, és most a hallgatók eldöntik, hogy Ágival utazhattok. Kész. Hát, végem. Mondanám, hogy még azért nem dőlt el, de igen. Miért állítsak valótlan? Hát az internet népe szereti Ági kommentálását. Annyira, hogy én elmeséltem a gyermekeimnek, akik szintén nagy futball rajongók, hogy hát mi történt, és tolmácsolom a kérésüket, hogy holnap 7:30 előtt adjátok már le, hogy ők is meg tudják hallgatni, vagy valahogy tegyétek ki az internetre, mert ők nagyon kíváncsiak rá. Mert nem tudom úgy visszaadni, ahogy ezt Ági elmondta. Jó, te el tudom mesélni. Ígérd meg nekik, hogy holnap 7:30 előtt megmutatjuk. Jó. Jó. De ne úgy, hogy reggel 6-kor, hanem mondjuk 7:30 között. Nem, hogy 7:30 között. Jó. Megígérték a baliék, hogy megmutatják. Jó.
Köszönöm szépen, jó? A nevükben is. Így legalább végre felkelnek időben. Megmutatjuk, megmutatjuk Ágit. Hát pénteken beszélünk is vele, egyébként szerintem, vagy hát lehet, hogy hétfőig várunk, amikor a pénteken indítjuk útjára a szavazást, akkor bár két óra alatt azért lehet, ha 8-kor elhangzik az utolsó játék, akkor 10-ig azt el is tudják a hallgatók dönteni. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Nekik van kedvenc kommentátoruk. Farkas Norbi. Meg a Hajdubi. Volt eddig. Volt eddig. Most már Ági. Most már Ági né. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Hello. Szia. Ciao, ciao. Hello. Egyetlen egy mondatot írtál nekünk. Nagyon szerettük az SMS-edet. Azt mondtad, nesze neked Barcelona. Ez így van. Mindenféleképpen fogok szavazni. Ó, de szerettük. Most tényleg még adunk neki egy naphallgatója címet, hogy arra szavazzon, hogy a keddi jöjjön, miszkedi jöjjön velünk. Nesze neked Barcelona. Hát nekem jobban tetszett. Igen? Igen. Hát ez egy szubjektív. Persze, hát nem is próbálunk meggyőzni az ellenkezőjéről. Jól van, szerettük az SMS-edet, sok hasonló jött, te vagy a naphallgatója. Van egy csomó plusz ajándékod is, hallgass meg a reklámblokkot. Jó? Oké. Okay. Küldjük neked. Köszi, ha szavazol. Hello. Ciao. Hello, hello. De abban azért gondoljatok bele, hogy egy 90 percen keresztül tudnátok hallgatni? Csabi, ez nem 90 perc, ez három haza nap. Az a baj. Ez három nap, Csabi. Igen, tehát itt pénteken így húzza minden igaz, és vasárnap jössz haza. De hogy megnézel egy meccset, és Ági közvetíti, ezt el tudjátok képzelni? Hát, azért lenne. Horthy Gáboron is túlmutat. Ó, bőven. Na, milyen zenéid lesznek, Csabi? Madonnát hozom nektek, a Met Gáláról biztosan hallottatok, meg láttatok képeket, hogy ott a sztárok... a nagyságos asszony. Nem csak ő, hanem elég sokan próbálták magukat megmutatni. Hát igen, Madonnáról beszéltünk már hogy az elmúlt hónapokban is, hogy nem nagyon látja a korát. Ettől függetlenül őt imádjuk, és most egy olyan dalt hozok, egy korábbit, amikor még az jó volt, hogy mutogatta magát, a Walk című klasszikust, azt biztos szeretitek ti is. Hát talán nem tudom, tehát én nem szeretném már mindenét látni feltétlenül. Hány éves a Madonna egyébként? 57. 57? Jó ahhoz állapodom, persze, meg jó. Ahhoz képest igen, de... Ja. Cicit villantott, popsit villantott, illetve cicit nem, bimbót takart azért ilyen tapasztal, de hát a régi időket idézte az ő ruhája, egy ilyen fekete domina szerkóba jelent meg a Met Gála. Csipkerész volt a mellél, az egy teljesen átlátszó. Mindenhol. Igen. És akkor a fekete szikszállag. Ja, igen. Meg a feneke is kint igen. volt. Most mutatja, hogy Csabi, neki ez a kép ez tetszik a... jobban. Ez a popsis fotó. Hát már azért elkérne már egy kis visszafogottság. Hát most... De pont azért, mert minden rendben van, és ezt de ő már mindent diszkréten eltakarná, akkor azt gondolnád, hogy de jó lenne látni. De így, hogy látod, nem igen. biztos, hogy örülsz neki. Igen. Nem? Én nem tudom, szerintem Madonnától belefér, nem? Hát pont azért ilyen, mert kerüli azt, ami átlagos, került egész életében. Hát ez a zsenialitásnak azért vannak ilyen mérföldkövé, sosem akarsz állni, és főleg egy tök átlagos ruhát, ugye megint senki nem írna róla. Az biztos, de tény is valahogy a dalaival mostanában kevésbé hívja fel magára. Fiatal világsztárok jelentek meg ezen a Met Gálán, és mindenki megint Madonnáról írt. Hát egyébként a kis ujjában van a show business, nem? Másképp, hogy 58 évesen már nem biztos, hogy akkor lesz itt ebben a formában látni, de egyébként egészen jó, jogázik, hogy nem tudom, hogy jól néz ki. Jól néz ki. Igen. Abszolút rácáfol a korára, csak hát igen. Ő már ezeket megcsinálta sokszor. Tehát, hogy így nem tudom, hogy... Igen, az benne a rossz, hogy jön mellette a Nicki Minaj, aki nem tudom, egy 30-assal fiatalabb, és ő is kirak mindent, akkor úgy mellette a Madonna nem biztos, hogy olyan, nem tudom, tehát olyan feltűnő, vagy kellemes látvány. Jó van, meghallgatjuk Csabikám, jó munkát. De hol az még jó? Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00, a száma kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.